Tisztelt képviselőtestület, a mai testületet is megnyitom, és engedjék meg, hogy tegyünk eleget annak a képviselőtestületi határozatnak, melyben Tóth László doktor urat kitüntetjük és elismerjük Szarvasváros közössége nevében és képviseletében. Doktor úr, gyere közelebb hozzánk, légy szíves! Köszönjük a Tóth László! Szeretném átmítani Szarvasváros képviselőtestületének a közegészségű szóló díját. Azt a könyvet, amelyben te is benne vagy már. Igen, köszönöm szépen! És még ezt a oklevel pedig őrizett otthon, mert szeretném téged. Ó, köszönöm szépen! Igen, ez a kíséret. A legjobbak. Hogy tudják. Jó, megköszönjük még egyszer. Mi a következő feladatom? A szlovák iskolának tudjuk átadni, mert ők vannak itt. Igen, ők a... Ki a virág? A Zsuzsányi virág is. A szlovák iskolának ezt a És akkor bekapcsolom ezt, mert itt közelebb van. Igen. Szeretném szólítani a szlovák általánosra igazgató asszonyát, mégpedig első helyi első díjban részesült. Első helyet a legszebb konyhakertek, Magyarország legszebb konyhakertjei országos program 2020 évi helyi versenyében. Kedves igazgató asszony, fáradjunk, de hadd köszöntsem a munkáj kapcsán. Hova szeretett őket? Persze, itt van a lehetőség, ott is jó. Az elismerés a kollégáimnak és a gyerekeimnek szól, a tanítványainknak, akik a Covid idő alatt, már tavasszal, március közepétől kezdve bebizonyították, hogy a mezőgazdaság az nem állhat meg semmilyen vírus hatására. Folyamatosan veteményeztek, ápolták és gondozták a kertet. Nagyon örülök annak, hogy ennyire összetartó módon dolgozott a szülői csapat, a pedagógusok és a gyerekek, és az ő nevükben köszönöm szépen ezt az elismerést. És akkor van még egy tisztem bejelentem, Körmendi Sándor úr nem tud részt venni, ő a Legszebb Konyhakertek című Magyarország Legszebb Konyhakertjei Országos Program 2020 évi helyi versenyében Körmendi Sándor első díjban részesült, ő nem tud itt jönni, úgyhogy neki is jó egészséget kívánunk. Visszatérve doktor úrra, pedig köszönjük, hogy van nekünk. 50 éves szolgálat van mögötte, és Szarvasváros közegészségére nagy megelégedésére körzetében végeztetik munkáját. Hálásak vagyunk neki is, és jó egészséget kívánunk. Ezeket nem tudom, nem adtam át. Azok az jó kérdés. Jó, akkor ezt eltesszük oldalt. Ezt nekik átadjuk, mert ők nincsenek itt. És akkor még a napirendet hadd mondjam el, csak azért, mert a képviselőtestület azért késed egy picikét, és köszönöm megértő türelmüket, mert hát itt sikerült mai napon átadnunk ez évi döntéseinkből, vagy tavaly őszi döntéseinkből 5 beruházást, és még egy 6. is. Elmondám a nagyobb jelentőségű részeket ebből a dolgból. A Kárász utcában lakosság 25%-ot befizetett, és így 11.220.000 forint értékben aszfaltoztuk a Kárász utcát, és a lakosság kérésére 3 darab fekvőrendőr telepítésére is sor került a Mangolban. A naputcai burkolat, amely a Székely szakképzőintézményeknél létesült, itt a régi burkolatok cacorásak voltak, meg a szélese volt rendezett, viszont be kell látnunk azt, hogy a Gyulai Szakképzési Centrummal, ami nagyon rendezett viszonyban vagyunk, és fejlesztik az iskolánkat. Most a kollégiumot adták át, úgyhogy mi is hozzájárultunk ahhoz, hogy ne ingerszegély legyen a környezet, és igényes hallgatók jöjjenek Szarvasra, és úgy tanulhassanak ott. Köszönjük nekik, 5.047.000 forintba került ez a kis darab szakasz, amelynek a napuc elejét az Alkotmány utcától a Vajdáig rendbe sikerült tennünk. Következett a piacparkó közepén lévő 4 méter széles közlekedő sáv leaszfaltozása, amelyet az önkormányzat saját költségvetéséből, szintén mint a naputcát is, ott ugye 5.047.000 forintot költöttünk el, a piac parkónál pedig 3.145.000 forintot, reméljük Szarvasváros lakosságának megelégedését és biztonságos parkolási lehetőséget oldottuk meg ezzel a beruházással.
Következik a Vas utcai járdaburkolat, amely a Vas utcai járdaburkolat Deák déli oldalán, a Deák Ferenc a piac bejáróig tartott. Ez a beruházás elég jelentős költséggel bír, 9.263.000 forintba tereprendezés is kapott, és akadálymentesítéssel is el lett látva ez a szakasz. Itt aszfaltburkolatot építettünk. És következik a Vas utcai járdaszakasz a piac nyomvonalában, déli oldalta a piac bejárótól a Paletta áruházig, ahol diszkőburkolatot kapott, és ez a két szakasz pedig ez 735.000 forintba került, és ez a kettő járda összesen 9.999.445 forintba, tehát magyarul 10 millió forintot költöttünk a Deák Ferenc utcai járda felújítására, mégpedig a Deák Ferenc utcától a Paletta üzletházig. Ebben egy összesítő adat is, ez pár fillér híján 10 millió forint. A következő megállónk volt az átadáskor a Csallóközi parkoló burkolata, ez 4.659.000 forintba került, és hozzá kell tennem azt is, hogy a Pingvin Patika tulajdonosai a patika kialakításával kapcsolatban megváltották a parkó feladatukat, és 22 darab gépjármű parkoló kialakítására került sor, 22 és egy darab mozgáskorlátozott parkót is megépítettünk. Úgyhogy 23 parkoló létesült, gyógyszerész úrral átadtuk, és beszállt még ebbe a beruházásba a Solarium volt tulajdonosa és üzemeltetője, úgyhogy ebből a két pénzből a felét sikerült a befizetések kapcsán biztosítani, 50%-ot pedig szabadságos képviselőt esette hozzá a költségvetésből. El szeretném mondani, az öt beruházás bruttó összegben 35.740.000 forintba került. Akkor a következő jó hír, hogy annak idén pályáztunk 17, 18 és 19 évben, mindig megbuktunk a belügyminisztériumban. Ez a Szabadság utcát és a Vas utcát összekötő naputcai pályázat volt, és aztán végül nyertünk durván 30 millió forintot, az önerő pedig 16.152.000 forint bruttóba, a bekerülési költség 45.450.000 forint, 3 méter széles, 253 méter, 6 méter széles utat itt sikerült kiépítenünk. Miniszter úr hozzájárult ahhoz is, hogy módosítsuk a szerződést, mert a COVID olcsóbb ajánlotta meg, és így sikerült a parkolót lefednünk a Barnaháznál, és a szemben lévő oldalon pedig Háromháznál lefettük a csapadék csatornát, mert veszélyes volt. Azt hogy többet nem kell mondani, még annyit hadd mondjak, hogy belügyminiszter úr a hét elején, tegnap előtt értesített Dankó Béla képviselő úr, hogy miniszter úr aláírta a döntését, és Szarvasváros és képviselő testületét, közösségét megtisztelte azzal, hogy Jókai utca felújításához 40 millió forint támogatást biztosított, és ehhez szükséges 18 millió. Hogy? Önnél 21 millió. Köszönöm a segítséget, most nincs előttem, és ma annyi számmal foglalkoztam. Az én bejövetkor pont egy projektet próbáltunk elrendezni Rambik Ramulával. Szóval 21 milliót rak hozzá Szarvasváros képviselő testete, és ha jól emlékszem, akkor Rákóczi utca környékéig futja majd a Peti. Igen, és meglátjuk, hogy a ajánlat hogyan alakul, mert lehetséges, hogy itt is az lesz, hogyha normális árat adnak nekünk, akkor meghosszabbítjuk és felhasználjuk a teljes összeget. Itt föl tudtuk használni a bölgyminiszter úr által biztosított összeget teljes egészében a naputcában, itt pedig ma fogunk arról dönteni, hogy útjára bocsájtjuk a közbeszerzést. Miután volt információ, ma megjelent a közönyben, ma már dönteni fog a képviselőtestület, hogy piacra teszi a megbízását, úgy addigra a támogatási szerződés meg fog érkezni, hogy nem levegőbe fogunk dönteni, mert már a magyar közönyben megjelent a miniszter úr döntése. No, ezek voltak a mai események. Úgy gondolom, megint gyarapodtunk, gazdagodtunk, és majd még arról, hogy mit gazdagodtunk, arról majd azért ott a tájékoztatóban egy-két dolgot majd olvashatnak a képviselők. Sikerült városunk komfortját is fokozni, és gyarapodtunk is, vagyonosodtunk. Most viszont a fontos dolgom az, hogy kivál a jegyzőkönyv hitelesítését. Erzsike? Jó. Köszönöm. Vállalta. És akkor ki van még, akinek kevés van? Samu Tamás Gergő. Lehet róla szó? Köszönöm. Szavazzuk meg őket, jegyzők hitelesítő. Egyhangú volt, köszönöm. És akkor tempózunk a munkát illetően. Következik a napirend előtti polgármesteri beszámoló.
kérem, hogy napirendet keresztül mit csinálni? Nem, ez nem. Jó, így, a napirend előtti kérdés. Igen, hogy mi a véleményük a polgármester és az alpolgármester úr jelenlétéről? Kinek van kérdése? Úgy látom, nincs, ha valakinek közben mégis akad, akkor kérd neki mélyen. Legfeljebb sommásan gyorsan fogok rá válaszolni, de a legvégén is van lehetőség. Javaslom, fogadjuk el a beszámolót. Köszönöm, egyhangú. Azon kívül jelentés a lejárt határozatokról. Erzsike, átnézték? Igen. És rendben találták? Köszönöm szépen. Van-e kérdés, hozzászólás? Nincs, úgy látom. Indítványozom, hogy fogadjuk el Szarvasváros képviselőtestületének lejárt határozatokról szóló tájékoztató jelentését. Aki elfogadja, nyújtsa fel a kezét, döntő. Köszönöm, egyhangú volt. Ha netán bárkinek kétsége merül bármely kérdésben is, vagy tisztázó dolog van, akkor ebbe sem kímélnek, mert semmi hatája nem köt, hogy valamit felülvizsgáljunk, vagy éppen utánézzünk egy képviselőindítványnak. Következő feladatom az, hogy a napirendet elfogadjuk. Címzetes főjegyző úr, bocsássanak meg, de mindig az élet sok döntést generál. Még az utolsó pillanatban most is vannak olyan dolgok, amelyek aktuálisak, és lépnünk kell, mert ha nem lépünk, lemaradunk. Ezekkel is kiegészítettük a napi rendjeinket. Kérem, ismertesse. Igen, tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtestület, valóban elég sok van, és az van olyan érzésem, hogy van olyan, amit nem is láttak, mert most fénymásolják a kollégák az, amit most utolsó pillanatban írtunk alá, de el fogom mondani a címét. Pótanyagként ment ki két napirend is, a keteszámú napirend a közművelődésről első fordulóban a tervezetét megtárgyaljuk. A három számú napirend pedig az úgynevezett parkolórendeletünk módosítására vonatkozó előterjesztés rendelettervezet. 11-esig kimentek, 12-estől sorolom a pótanyagként kiérkezetteket. A Szarvas Hazavár című projekt keretében az egyik lakásbérlőjének kijelölése, 13-as Alföld Víz ZRT 25-én tartandó közgyűlésének napirendjei, 14-es bejelentés Tükör utcai felújítás vállalkozási szerződés módosítása, 15-ös a gördülőfejlesztési terv jóváhagyása, 21 és 35 közötti időszakra szerződés módosítása Szabadságút ivóvízvezeték rekonstrukcióra vonatkozóan. 16-os egy közművelődési megállapodás a Cervinus Teátrum művészeti non-profit Kft-vel, 17-es a Szarvasi Krónika Alapítvány alapítókiratának módosítása, 18-as ez a Rohu 48-as pályázatban egy szerződéskötés, a 19-es tájékoztató a Tessedik Múzeum könyvtár régészeti tevékenységgel összefüggő szerződéseiről, 20-as a Délkelet-Magyarországi ivóvízminőségjavító program, projekt Békés-Szentandrási projekt eleméhez egy tulajdonosi hozzájárulás, a 21-es pedig a Jókai utca felújítása. Három zárt ülés kiment a meghívóval együtt, azóta szaporodott, bizottságok már látták őket egy kivételével. A 4-es számú zárt ülés pótanyagként ment ki autóbuszállomásra vonatkozó bérleti szerződés megkötése. 5-ös a Szarvasi FC működési célú kiegészítő támogatása sportpálya használatával kapcsolatban. 6-os Martonivics utca 7 szám alatti ingatlan plusz egy magántulajdonú ingatlannak a bontása. A 7-es számú zártól és az Opel Insignia értékesítése, a 8-as a Zebra Klub helységének bérleti díjára vonatkozó kérelem, 9-es a polgármester úr által előbb említett kerékpárutak fejlesztésére szükséges döntés meghozatala, és a 10-es, amiről beszéltem, hogy még talán nem is látták, ez a Borzasétány 2 szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntés. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, akkor megajánlom a mai napirendnek ezeket a témákat, aki elfogad, nyújtsa fel a kezét, döntünk. Köszönöm, egyhangon elfogadtuk mai napirendet, kezdjük is az elsővel. Címzetes főjegyző úr, neki mélyen mondtam. Tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtestület, az ez évi költségvetésünk február 20-án lett elfogadva 4.929.564.000 forinttal. A második módosítása ez már is 5.414.719.000 forintra változott. Most az a dolgunk, hogy a 2020-ban eddig leutalt állami támogatásokat előirányzatosítottuk. Ezek például a kiegészítő állami támogatások, a bérkompenzáció, a szociális ágazati összevont és a kulturális pótlékok, valamint pályázati támogatások, és persze elsősorban a testületünk által ebben az évben meghozott döntéseket vettük figyelembe és építettük be a módosításba.
532.556.000 forinttal növekszenek ennek a módosításnak a következtében az előirányzataink. Mind a bevételi, mind a kiadási főszegünk így 5.947.275.000 forint összegre változik. A legjelentősebb bevételek, itt a működési támogatások 58.326.000 forinttal emelkednek, közülük tényleg csak a legnagyobbakat, szociális ágazati összevont pótlékra kaptunk 10.237.000 forintot, 4.022.000 forint az idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó támogatás, bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás 41.193.000 forint. Egyéb működési célú támogatások bevételi erőirányzata 26.176.000 forinttal növekszik. Itt azért van ebben egy 10.087.000 forintos összeg az EFOP, Humán Szolgáltatás Fejlesztés című pályázat támogatására, és a kistérségtől átvett 11.715.000 forint szintén növeli az előirányzatot, valamint a nyári diáknak a programok támogatására kaptunk a Magyar Államtól 2.836.000 forintot. 346.382.000 forinttal növekedtek a felhalmozási célú támogatások bevételei, ebből a pavilon felújítás top pályázatra 324.675.000 forintot, míg a közbiztonsági centrum top pályázatra 21.695.000 forintot kaptunk támogatásként, 88.039.000-re emelkedik a működési bevétel, itt a pavilon felújítási áfának a visszatérítése jelentkezik. Működési célú átvett pénzeszköz előirányzata 485.000 forinttal emelkedik, itt a Covid-dal kapcsolatban átvett pénzeszközöket tartjuk nyilván. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök pedig 13.148.000 forinttal. Itt 3.148.000 forint, ami a lakosságtól útépítéshez történő befizetés hozzájárulás volt, és 10 millió forint pedig a Jégkorong Egyesület támogatásának visszatérülése. Kiadásokat ennél rövidebben, személyjuttatás 18.851.000 forint, ebben benne van a bérkompenzáció, a szociális ágazati és egyéb pótlékok összege, és a foglalkoztatási programok személykiadásai, ehhez nyilván kapcsolódik közteher, ennek az összege 2.897.000 forint, ahol növekedett. 27.585.000 forinttal emelkedik a dologi kiadások előirányzata, 2/A mellékletben pontosan megtalálják forintra ennek a részletezését, és a közbiztonsági centrum pályázatának 1.784.000 forintos, valamint a pavilon felújításnak 16.858.000 forintos kiadása. Egyébnél 32.050.000 forint, ebben 33.277.000 forint a kistérségi társulás állami támogatásának átvezetése, és 1.227.000 forint pedig csökkenti a működési támogatásokat, mint előirányzat átcsoportosítás. 14.601.000 forinttal emelkedik a működési tartalék, ezt a 11/B mellékletben találják meg. Beruházások előirányzata 96.955.000 forinttal növekedett, ebből a legjelentősebb a közbiztonsági centrum 11.951.000-rel, pavilon felújítási pályázat 36.319.000 forinttal, Kárász utcai útépítés 11.220.000 forinttal, piacparkoló 3.145.000, csalóközparkoló 4.659.000 forint, és 1.695.000 forintot elköltöttünk még a Jókai utcai gyalogátkelő LED lámpákkal történő biztosítására. Felújítási előirányzat 389.387.000 forinttal növekszik meg, ebből nyilván a legnagyobb falat 363.283.000 forinttal a pavilon felújítás, és mellette még ott a közbiztonsági centrum 7.510.000 forinttal, valamint 32.196.000 forintban önkormányzati bérlakások szigetelés a nyílászárók cseréje, és a kettes számú mellékletben tetszenek ennek a teljes részletezését megtalálni. Az a bizonyos 11/A melléklet most is nagyon érdekes, ott a felhalmozási tartalékot látják. Ez 41.351.000 forintban tart csökkent, ennek a részleteit tetszenek ott megtalálni. Könyvvizsgáló ellenőrizte a tervezetet, a jelentését becsatoltuk, és a belső ellenőrzés is megtörtént. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, címzetes főjegyző úr, és akkor hallgassuk a bizottságuk véleményét.
Ugye a könyvvizsgáló jelentését megkapták úgy most a Gazdasági Bizottság, mint Főbizottság. Hallgatjuk, elnök úr. Köszönöm szépen, egyhangulat támogatta a bizottság. Köszönöm szépen, ügyeleti bizottságunk, Erzsébet asszony. Bizottság is egyhangulat. Köszönöm, tanácsunk asszony, gyermekjólét és közlekedési bizottság. A mi bizottságunk is egyhangulag elfogadta. Köszönöm, tanácsunk asszony, ifjúság és sportbizottság. Szintén egy hangulat támogatta és elfogadta. Köszönöm, Szociális Családügyi és Egészségügyi Nemzetiségi Bizottságunk. Mi bizottságunk is egyhangulag elfogadta. Köszönöm, kinek van kérdése, kinek van hozzászólása, neki milyen, senki sem. Hát valami növekedett, valami csökkent, rendezve van a mérlegünkben, úgyhogy most majd lassan közeledünk az évfele, még bízom benne, hogy növekedni fog, és átütjük a 6 milliárdos költségvetési főszeget bőven. Majd meglátjuk, hogy sikerül-e. Címzetes főjegyző úr mindent elmondott, Ferej Anna Mária megcsinálta ugye a szinopszist is, egyet ezt jól mondta el, leelnéztem, nem beszélt mellé. Kinek van kérdése? Nincs. Itt van, hogy az amúgy szarosvárosi képviselőtestet a 2020 évi költségvetésünkről szóló 4/2020 második 24-es számú rendeletét az előterjesztés szerint módosítja a szakértők és a bizottság félemény kapcsolatot. Egyetértve rendet alkotunk. Köszönöm, mindenesetre többsége is megfelel minden szabálynak. Egyhangú döntés született. Következik a 2-es számú napi rend. Polgármester úr, tisztelt képviselő testület, a közművelődési törvény úgy szabályozza az önkormányzat ezzel kapcsolatos közfeladatait, hogy úgynevezett közművelődési alapszolgáltatásokba sorolva határozza meg ezeket a korábbi feladatokat. Így az önkormányzati rendeletünket is eszerint kellett átdolgozni. A Nemzeti Művelődési Intézet kiadott ezzel kapcsolatban egy részletes útmutatót, valamint Csasztón András ügyvezető igazgatóval személyesen is részt vettünk egy találkozón a Nemzeti Művelődési Intézet megyei irodájának vezetőjével, ahol ezt leegyeztettük és előkészítettük. Tulajdonképpen lényegi változást nem jelent a rendelet, annyi, hogy ez az új terminus technicus kerül alkalmazásra, és ezek köré az új alapszolgáltatások köré csoportosítva soroljuk fel a korábbi feladatainkat. Köszönöm. Ugye azért azt nem mondjuk, hogy semmit nem változtat, most már törvény írja elő azt, hogy gondoskodnunk kell az alapfeladatokról, és ebben határozzuk meg a mi rendeletünkben a közművelődéssel kapcsolatos feladatokat. Azt tudni kell, hogy nem csak színház, nem csak Hopmester társaság, a Cermis Teátrum, hanem közművelődési intézményünk, és nagyon fontos intézmény, hisz minden a múzeum és könyvtár kivételével itt kell, hogy működjék. És ez néha a társasági formában, pontosan a gazdasági megfontolások alapján hossz évek óta gazdasági társaság formában üzemeltetjük. Ebben semmi kifogás nincsen. Császló András akarja majd mondani az előteresztéshez. Én van olyan megadó, vagy én úgy kedvelek téged, de azért nincs semmi negatív megjegyzésed. De azt nem mondhatjuk, hogy semmi sem változott, mert azért sok minden változik. A poentírozni kell a civilekkel, az idősekkel és sok egyéb más ifjúsággal kapcsolatos feladatokat is, amelyeket a művelődéséhez kell a megbízásunkból ellátni. Tudni ebben nincsen szerveti egysége, csak a Cermis Teátrum, nincs a városban sem osztály, sem intézmény, semmi más. Egy intézmény van még, amely közlődéshez közel áll, annak is része, de ez a múzeumunk és a könyvtárunk. Jó. Mit mondanak a bizottságaink, Gazdaság és Ifjúság Bizottság, Pénzügyi Bizottság, tanácsnok úr, nem tárgyaltátok, ez ott anyag, aztán Ügyrendi Bizottság. Egyhangulag támogatta. Köszönöm, Erzsébet asszony. Gyermekjólét és Közművelődési Bizottság. Egyhangulag támogatta. Köszönöm szépen, ti voltatok ebben a kérdésben a Főbizottság. Én szerintem igen. Tárgyaltuk és egyhangulag elfogadtuk, utólag kaptuk meg az anyagot és jó, jó, semmi gond nincsen. Igen, az van írva, hogy pótanyagként kaptátok, úgyhogy köszönöm. Semmi gond, csak így teljesen precízek voltunk. Ifjúság és Sportbizottság, Kis Attila képviselő tanácsnok úr. Gyorsabban. Most néztem, igen, meg egyhangulag mindenki támogatja. Hálás vagyok érte, ki kíván hozzászólni, kérdezni, egybe vonjuk, kinek van mondandója az ügyben. Megfontoltan döntöttek, megalapozottan. Két előadónk is, és a nagyfőnök is azt mondta, ugye, felszállt a füst és támogatja. Akkor nincsen más hátra, hogyha nincs kérdés. Ez az a rendelet, amit lehet, hogy mehet közben majd módosítani fogunk, hogyha az élet úgy kívánja. Mert tudják, semmi sincs kőbe vésve, csak a kőtáblák annak idején. Hammurabi volt, ugye? Mózesnek is volt. Mózesnek is volt, mindegy, szóval Hammurabi. Mindegy, jobb történet. Annyit még bocsánat hozzászólhatok, hogy egyébként is úgy szól a jogszabály, tehát ez bármikor lehet módosítani egyébként,
de ez egy folyamatos felülvizsgálatot is ír elő egyébként, hogy ezt 5 évente legkésőbb. Tehát ezt lehet nyilván gyakrabban is, de 5 évente mindenképpen felül kell vizsgálni. Ahogy a körülmények kívánják, mi vissza fogunk térni rá, úgyhogy, és mi mindent módosítunk, ezt ugye jeleztem azzal is, hogy nincsen kőbe vésve, ami a város érdekét szolgálja, azt fogjuk figyelembe venni, és úgy fogjuk szabályozni. Akkor megnyugvás van. Indítványozhatom azt, hogy a képviselőtestület és a bizottság, összesen az előkészítők és a bizottságok egyhangú vélemény kapcsán fogadjuk el rendeletet? Mindenki döntéshez be van? Indítványozom tehát akkor, hogy fogadjuk el a Szarvasváros képviselőtestületének önkormányzati rendeletét a közlődésről. Törvényt alkotunk, helyi törvényt, rendeletet. Köszönöm, egyhangú volt. Hálás vagyok az előkészítőknek, és mondom, nincs kőbe vésve, ha valami nem úgy stimmel az életben, akkor megmódosítjuk. Köszönöm az előkészítő munkát, mert ez nem egy újszerű dolog volt. 3. számú napirend. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, az építési engedélyezési eljárások, valamint az ipari és kereskedelmi tevékenységek szálláshelyek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó eljárások során olyan jogszabályokat kell alkalmazni, amelyek az építető, illetve az üzemeltető részére gépjármű várakozóhely létesítési kötelezettséget írnak elő. Az önkormányzati rendelet tervezet az építetők és üzemeltetők részére kíván segítséget nyújtani abban az esetben, amikor a várakozóhely létesítése saját telken belül nem lehetséges. A jelenleg hatályos 25/2014-es önkormányzati rendelet tartalmaz hasonló szabályokat, azonban az azóta bekövetkezett jogszabályváltozások indokolttá teszik új rendelet alkotását. Szarvasváros területén a megnövekedett parkolási igény kielégítésének elősegítésére a rendelet 3 módon ad lehetőséget. Egyrészt a várakozóhelyek önkormányzati tulajdonú területen történő kialakításával, másrészt közterületen történő kialakítással, harmadrészt pedig a várakozóhelyek pénzbeli megváltásával. A parkolóhelyek önkormányzati területen és közterületen történő kiépítése esetén az építető költségviselése mellett történik a tervezés, engedélyezés és kivitelezés, a kialakításról pedig az önkormányzat és az építető szerződést köt a polgári jog szabályai szerint. Az így létesített várakozóhelyek a közforgalom elől nem zárhatók el. A parkolóhely pénzbeli megváltásának esetén a megváltásról szintén szerződést köttetik a kérelmező és az önkormányzat között, a megváltás díját pedig szakértői vélemény figyelembevételével a képviselőtestület egyedileg határozza majd meg. A megváltásból befolyt összeget az önkormányzat költségvetésében gépjármű építési alapcímen elkülönítetten kell kezelni, és kizárólag parkolóépítésre lehet majd fordítani. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, annyit hagyta egyek az előterjesztéshez, hogy ugye egymásnak visszatapsoltuk, vagy 3-szor. Ugye egyikünk mondott valamit, akkor azt módosítottuk, aztán átgondoltuk, aztán visszatettük, aztán visszaadtam, aztán visszajött, és aztán megint visszaadtuk, és szóval nagyon megfontolást igényel, mert ugyanis a korábbi béli rendelt alkotás nagyon slendrián és nagyvonalú volt, amely különböző félreértések adott, és nem szeretnénk pontos, kiszámítható viszonyokat kell teremteni az építési szabályokban elrendelt parkolóépítési kötelezettségnek a beruházóknál és a különböző helyiségek, üzletek, boltok, szolgáltatók működése területén is. Így tehát próbáltunk egy olyan jogszabályt alkotni, helyi törvényt, amelyben toleráljuk a gazdaság fejlődését, de ugyanakkor pontos szabályokat rögzítünk annak megvostása érdekében is. Alapeset ugye, hogyha valaki épít a sertelkén, beruház, akkor építi a szükséges parkolót, építési jogszabályok írják elő és megvósítja. Üzembe ér, és akkor, hogyha elkészült a parkó, akkor van gond, hogyha nincs a sertelkén hely. Ilyenkor előfordul, hogy bérel területet, vagy vásárol, és ott építi még saját költségén a saját szolgáltatásához, és saját üzleti, vagy éppen lakás érdekei kapcsán, lakhatás érdekei kapcsán a parkót. El kell mondanom, hogy ez nagyon rendszer terület volt, hiszen nagyon sok lakótelep úgy épült meg, hogy van saját telke, és nincsen parkolója. Petőfi utca és a másik, hogy mondjuk a Posta melletti utca, nem Széchenyi előtte lévő. Na mindegy. Szóval mindenki tudja, ott a Szabadság utcánál, és nem kevesen laknak. És mindenféle vitákra adott okot. Akkor van gond, amikor nincs se telke, és nem is tud vásárolni, mert nincs lehetősége. Ilyenkor következik a megváltás lehetőség, a megváltásnál pedig nem az van, hogy mondunk egy összeget, és majd az önkormányzat kipótolja a költségvetéséből is az ő érdeke megvostani, így tehát a piaci áron kell az adott időpontban a megvostást megoldani. Lehetőleg 500 méteren belül, vagy minél közelebb, hogy tudja hasznosítani. Úgyhogy ezeknek elég körültekintő szabályt próbáltuk megfogalmazni, és akkor megkérdezem, hogy ha érthető volt, minden támogatja a gazdasági és pénzügyi bizottság a helyi rendelet alkotását.
Négy igennel és egy tartózkodásra. Igen, tartózkodásokkal nem volt meghatározva? Tartózkodásokkal nem volt meghatározva? Volt valami tanács, vagy amit... Volt, de igazániból a kérdés az volt, és én voltam, aki tartózkodott, hogy akkor még felmerült az, hogy a bérlőre is vonatkozik ez a dolog, de ez azóta ez megszűnt, tudtam ma, vagy legalábbis, ha jól értelmeztük a dolgot. Illetve még egy dolog volt, ami fontos volt ebbe, az az volt, hogy talán az, hogy a szolgáltatást nem biztos, hogy ezzel fogjuk preferálni, mert ha neki még meg kell váltani egy parkolóhelyet is, akkor ez nem csábító, inkább taszító dolog lehet, és ezért volt ez problémás. Ugye az igazság, nincs mérleges lehetőségünk, szóval demagógiákat le kell hántolni, ha valaki szolgáltatni akar, a szolgáltatás része a parkoló. Hogy meg lehessen állni a boltján, a környezeti érdekek fűződik hozzá. Minden más demagógia a kérdésbe, mert hogy gondoljuk, hogy paternalista módon valaki szolgált, és akkor biztosítunk parkolót számára. Kérdés, hogy a törvény előírja a számára, vagy nem írja elő. És pont. Tehát mi senkit nem tartunk vissza a beruházásától, ha a boltjához szükséges a parkoló, és ki akarja jól szolgálni az ügyfeleit, akkor gazdasági érdeke, hogy megcsinálja a parkolót, igaz? Vagy megépítse, vagy megváltsa. Ugye nincs senkinek szívessége benne, és nem kártolunk senkit sem, és semmit sem, csak azért mondtam, hogy mondjuk el az észrevételeket, meg itt tudjuk beszélni. Szóval mi nem teszünk egymásnak szívességet, mi akkor teszünk szívességet, ha ő nem tudja megoldani a saját telkén, mert nincs rá módja, akkor mi keressük a megoldást, hogy az ő szolgáltatása az megfelelő parkolóhelyen. Ma ott voltunk egy hét, és szintén nem tudta megoldani a saját telkén a gyógyszertár, de adott valami pénzt. Most ez lesz forintálisan is szabályozva, hogy akkor a bekerülési költséget fogja megfizetni. De örültek neki a gyógyszertársa, hogy elkészült. És azt sem bírja, hogy a város a közterületén csak saját pénzéből építsen. Vannak saját szolgáltatásai, mint a piac, meg fürdő, meg sorolhatnám még, ahol meg kell építeni a saját költségünkön. A parkoló az életünk része, a közlekedés fontos, ehhez parkolókat kell létesíteni. És mindenkinek, hogy érdekel, annak be kell szállnia. A városnak meg közérdeket kell képviselnie, és lehetőség szerint pont az az érdekesebben, hogy segítsük azt, hogy meg tudja valósítani a boltja és az üzlete, meg a gazdasági tevékenysége érdekeit, azzal, hogy a törvény által előírt parkolónak próbálunk helyet keríteni és közösen megoldani, ha ő nem tudja. Ha nem ülünk fordítva a biciklin, tévedés lesség. Ez nem a mi kötelességünk egy beruházásnál, a beruházó dolga. Nekünk is van egy kötelességünk, hisz mi is, ha építkezünk, de mi tudjuk halasztani. Igen? Igen, de azért ki is hangsúlyoztam azt, hogy igazándiból ez a bérlőre vonatkozó, ami aztán kiderült, hogy mégsem így van. Tehát, ha jól tudom. Jó. Mondjuk el most, mert akkor túlgurhatunk, és mondja a következő bizottságban. Igen, a bérlővel kapcsolatban annyi, hogy tehát, ha valaki már egyébként, tehát ez a rendeltetésváltás az igazodik mindig, hogyha valaki üzletre már egyébként megkapta az engedélyt, megépítette a parkolókat, és ő másnap továbbadja bérletbe az üzletet, akkor az új bérlőt ez már nem fogja kötelezni egyébként új garázs. Tehát azért mondom, hogy abban a pillanatban az, hogy akkor most majd megáll a ingatlanok közötti bérleti forgalom, így van. Ennyi. Ez volt csak. Az nem érdekünk, hogy mi nyúzgáljuk itt a vállalkozásokat. Ha már egyszer valaki megépítette és bérbe adja, akkor nyilvánvaló, hogy ez folytatódik, meg van oldva. Igen. Tehát a kötelezettséget is nem, ahogy a tulajdonos kötelezi a beruházáskor a parkoló létesítési kötelezettség, ő megváltotta, tehát ő tiszta, megtette a kötelezettséget. A bérlő pedig élvezi azt, hogy ez rendben van. Ő az ingatlan bérlés nem kötődik. Ott vége a parkoló ügynek, amikor valaki megépítette a dolgát, mert az már akkor rendben van és működhet a bolt. A rendeltetés változás van. Olyan, hogy például valaki lakásból fodrászatot csinál, vagy ezt hasonlott, kérem, újra kell tárgyalni az ügyet, mert nem váltott meg semmit sem. És vannak ilyen ingatlanaink, úgyhogy el is egyértelműen kell kezelni majd a szabályunkat. Köszönöm szépen, és örülök neki, hogy kibeszéltük, mindig nekimértek a problémákkal, mert akkor a lakosság előtt is a szándékaink tiszták lesznek. Úgyhogy paternalizmus nem vállalunk, mindenki a saját kötelezettségét teljesítse, de ha valakinek gondja van, akkor mi oda állunk és válunk helyette, és megoldjuk, vagy segítjük ezt a kérdést. Következő ügyrendi bizottság, Erzsike. Az ügyrendi bizottságnál is három, igen, két tartózkodás volt, de éppen emiatt a bérleti jogviszony miatt, igen. Ami azóta tisztázódott. Nagyon hálás vagyok önöknek, köszönöm, Erzsike. Gyermekjóit és közművelési bizottság. A mi bizottságunk támogatta ezt az előterjesztést. Köszönöm szépen. Ifjúság és sportbizottság. 5 igen és egy tartózkodás mellett elfogadtuk. Köszönöm szépen. Itt nincs volt valami érdemi megjegyzés?
Jó, én köszönöm, mert ez egy körültekintést jelenti, az alaposságot önök részéről nem kívánok itt hajbókolni senkinek sem, de hogyha minden kérdését átgondolták és mindemellett támogatták, akkor úgy gondolom, hogy önök is körültekintek voltak, meg a előkészítés is ezek szerint. Kinek van hozzászólása, parancsoljon. Még egy kérdésem lenne, ezt elfelejtettem akkor megkérdezni, de most megtenném, hogy mi van akkor, hogy ez le van-e írva, hogyha valaki ezt nem lépi meg? Tehát nem, akkor tudunk-e valamilyen szankcióval tudunk-e élni? Mindezis Félc úr válaszol. Igen, két dologhoz kapcsolódik a parkolóépítés, vagy egy új létesítmény megépítéséhez és üzembehelyezéséhez, vagy pedig az úgynevezett rendeltetés váltáshoz, amikor bizonyos funkcióhoz az OTÉK parkoló létesítését írja előkötelezővé. Tehát vagy nem kapja meg a használatba vételi engedélyt, az van egy felépített építménye, vagy nem kapja meg a működési engedélyt a megváltozott funkciójú szolgáltató létesítményéhez. Mind az IMI kötelességének elegettem, tehát különösen szankció nincsen, hanem nem nyithat voltat, és nem lehet üzembejegyezni az építményt. Ez a szankció csak. És még ugye azt kell megteremtenünk, azért próbáltuk itt a megváltásnál is, hogy ez külön számlán, a testület döntsön, tudjon róla, és megállapodjon, hogy ez ne ilyen mutyi legyen, vagy hogy ilyen nem átlátható viszony, hanem teljes átláthatóságra törekszünk. Még azt kell összefésülnünk, hogy ezek az engedélyező hatóságok, ezeknek a döntéseit viszont tartalék, vagy tartozásként írjuk elő is majd az átadáskor, amikor arról van szó, hogy üzembe helyezik, meg ehhez hasonló, meg a boltot megnyitják, akkor ez mindenféleképpen tudott feltétel legyen. Ezt még a hatóságokkal össze kell fésülni, hogy ez nem akkor derüljön ki, hanem előre tudja, hogy mi a kiszámíthatóság. Pont a rendeletünknek az a célja, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy milyen kötelezettségei vannak, hogy a vizet meg kell váltani, a gázt meg kell igényelnie, meg közterületet kérnie, meg szagy ne mondja még, ez mind engedélyezés. És ilyen a parkoló is. Ez egy közmű valójában, egy közszolgáltatás, amely a gépkocsi megállási lehetőséget teszi lehetővé. További kérdés, vélemény, parancsoljon a képviselő. Köszönöm szépen a szót. Azért a kérdésem, hogy a rendelet szerint úgy működik ez majd, hogy a szakértő megállapítja a díját, ugye fajlagosan egy parkolónak a díját, erről dönt a testület, ami bekerül a labba, és abban majd fél év múlva, 10 hónap múlva, 1 év múlva valamikor lesz parkoló, valahol máshol, tehát nem annak az üzletnek a közvetlen közelében, ami szerintem felveti azt a gondot, hogy lehet, hogy mondjuk a most legutóbb tárgyalt üzlet mellett a kivitelezése egy-egy parkolónak valamekkora összeg lenne, 1 év múlva, fél év múlva, máshol pedig esetleg ez drágább lehet, az erre van valami megoldás, vagy javaslat, ez hogy működne? Ön mit javasol? Kérdezem, hogy van-e valami elképzelés erre? 12-en dirigáljuk ezt. Mert a rendeletben nem láttam ilyet. Mit tud javasolni? Nem tud ebbe javasolni semmit sem, mert az igazság, hogy mennyibe fog kerülni, ugye ez volt a kérdés lényege. Hát igen, ezt a szakértő megállapítja, de... Mondjuk ez a szakértőt értsük alatt, hogy közbeszerzés. Úgy nehezen tudja, hogy egy év múlva máshol mennyi lesz az ára. Nekünk az érdekünk, ha megállapodtunk, és az ár az biztos, tehát piaci ár, akkor azon az áron valósulja meg, hogy mi rá fizetünk. Tetszik érteni? Értem, igen, persze. És azért van, hogyha valaki szerződést köt valamire, akkor utána köti a szerződést a polgárok szerint. Úgyhogy netán megállapodunk és nem intézzük elég gyorsan, és közben inflálódik a pénz, akkor az a mi veszteségünk lesz. Úgyhogy nekünk azért kell gyorsan lépkedni ebbe a dologba. Azért tettük meg a gyógyszertán és a parkoló rendbetételét, bár a teljes összeget nem kaptuk meg, hanem megváltásra került sor, és ezt tudta megépíteni, hogy minél gyorsabban elrendeltük és megépítettük ezt a parkolót, mert erre futott a pénzük, és így ki tudtuk szolgálni. Ez a veszélye benne van a rendeletnek. Erre szabályt nem tudunk hozni, és azt, hogy mi mikor csináljuk meg, érdekünk fűzik hozzá, mint a város szolgái, első számú szolgái, hogy minél hamarabb biztosítsuk annak az ügyfelünknek, annak a beruházónak közszereten azt a parkolót, amit meg lehet oldani. Minél hamarabb, mert ez meg kötelességünk. Amíg rajtam múlik, én holdzére azonnal ki fogom verni magunkból, hogy legyen meg. Erre semmi garancia és semmi szabály nincs. Úgyhogy azért kérdeztem, mert én nem tudok ilyen biztosítékot erre a dologra. A megállapodás a lényeg, ami polgárügyi szerződés, az pedig köti a képviselőtestet is, igaz, én fogom aláírni az utasításukra. De közös felelősségünk, hogy minél hamarabb megcsináljuk. Tudnék, beperelhet. Ez a biztosítékre. Oké, köszönöm. Én is köszönöm. És akkor megkérdezem, kinek van még mondandó ebben az ügyben? Nincs. Indítványozom, hogy Szabolcsváros képviselőtestülete fogadja el az önkormányzati rendeletét a gépjármű várakozó helyek építéséről és megváltásáról.
Aki egyetértve nyújtsa fel a kezét, szavazunk. Köszönöm, egyhangú döntés született. Tök szót értünk, úgyhogy ezért beszéljünk ki minden olyan problémát, ami gondot jelenthet, mert akkor nincs köztünk semmi félreértés. Jönnek a bejelentések. Egyes. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, Szarvasváros önkormányzata a szociálisan rászorult fiatalok továbbtanulásának, az első diploma megszerzésének elősegítése érdekében 2000 óta, amióta létezik ez az ösztöndíj, minden évben csatlakozott a Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszerhez. Ez egy olyan ösztöndíjrendszer, amihez ugyanannyit ad az állam, mint a helyi önkormányzat, ezen felül a megyei önkormányzat is támogatja még a továbbtanulót. Jelenleg A-típusú ösztöndíjban, amely 2,5 éven keresztül jár az egyetemista főiskolásoknak, 31 főre vesz részt önkormányzatunk területéről, a B-típusúban, amely 6,5 éven keresztül támogatja a tanulót, egy fő vesz részt. Minden évben a Szociális Családügyi és Nemzetiségi Bizottság végzi a lebonyolítással kapcsolatos teendőket, egy pontrendszer alapján önkormányzati rendeletünk határozza meg 4500 és 5000 forint közötti az önkormányzati rész, amely a támogatási összeg. Az első határozati javaslat a következő tanévre szóló csatlakozásról szól, illetve arról egy kötelezettségvállalás, hogy a 2021-es évi költségvetésbe önkormányzatunk 1,5 millió forintot beépít a szociális és gyermekvédelmi támogatások keretében erre az ösztöndíjra. A második határozati javaslat pedig egy felhatalmazás a Szocsen Bizottság részére, hogy az ösztöndíj nyújtásával kapcsolatos további teendőket megtegye. Köszönöm szépen! Vagyok a létszőasszony, és akkor megkérdem a bizottságokat. Gazdasági bizottság mit mondott az ösztöndíjrendszerről? Mindkét határozati javaslatot támogatta. Köszönöm. Ügyeleti bizottság nem tárgyalt, ugye, Erzsike? Nem, köszönöm. Gyermekjólét és közlekedési bizottság találtsak azt. A bizottságunk is egyhangulat támogatta. Köszönöm. Itt is segítjük a gyermekeinket. Ifjúság és sportbizottság nem tárgyalta, ugye? Nem tárgyalt. Jó, legközelebb tárgyalják azért, ha lesz lehetőség. Ezt ilyen bizottságunk? Mi bizottságunk megtárgyalta, és természetesen örömmel veszi, hogy csatlakozunk ennek az ösztöndíjnek a ösztöndíjhoz, pályázathoz, és egyhangulag támogatta a határozati javaslatot. Csak hogy mindenki tudja, hogy mennyi összegről van szó, itt 1,5 millió forint. Így van, 1,5 millió forint. 1,5 millió forint évente, de most nem most csatlakozunk, hanem minden évben meghallunk a pályázatot. Így van. Folyamatosan. Ugyanis azért, ha kicsi pénzről is van szó, azért jó pár családnak segít a kasszában. Igen, és ugyanígy még így igaz, igen, hozzáteszi a magyar állam is, úgyhogy kényszer vagyunk. Kinek van még kérdése, véleménye? Ugye jó dolog, tesszük tovább. Címzetes főjegyző úr, neki milyen magára egyes számú? Azt mondja, egyes határozati javaslat, testületünk a Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 2021 évi fordulójának általános szerződési feltételeit megismerte, elfogadja és visszavonhatatlan döntést hoz a csatlakozásról, melyben felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos szerződési feltételeknek a nyilatkozata aláírására, egyidejűleg kötelezettséget vállal arra is, hogy a támogatások pénzügyi fedezetét 1,5 millió forintot a jövő évi költségvetésében a szociális és gyermekvédelmi támogatás. Senki sem felejtett az egyes számú hármas számú, mi ez? Nem, egyes számú bejelentésnél. Az egyes számú határat elrendezte azt, hogy 1,5 millió forint, aki egyetértve a gyújtsapokat, döntünk, szavazunk. Köszönöm, egyhangú. Kovács Mátyás nincs a teremben. Kettes szám pedig arról, hogy tegyük meg a szükséges intézkedéseket. Aki támogatja, nyújtsa fel a kezét, egyhangú. Kovács Mátyás is itt van, megszavaztuk, úgyhogy most a Hungarika menni fog. Kettes számú. Parkoló klímai mondja. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. A képviselőtestület májusi testületi ülésén már megtárgyalta a Szarvas és Vidéki Áfész kérelmét, miszerint az Árpád szálló mögötti parkoló felújításra szorulna. Akkor a Szarvas és Vidéke Áfész csináltatott erről egy tervet és egy költségvetést. A kivitelezésnek a díja bruttó 30.100.693 forint. A Szarvas és Vidéke Áfész Szarvasváros önkormányzata az azzal a kérelemmel fordult, hogy ezt a kivitelezést ők elvégeznék, abban az esetben, hogyha az önkormányzat bruttó 14.750.693 forintot biztosít a részükre.
akkor a képviselőtestület azt a határozatot hozta, hogy majd augusztus után, augusztus 31 után megtárgyalja újra ezt a kérelmet, illetve ezt a határozatot, de jelenleg a COVID-19 vírus miatt költségvetési szigorítások alapján még nem látható rendelkezésre álló forrás felszabadulása. Köszönöm szépen! A korábbi döntéseinknek adtunk teret és felhasználtuk a pénzt, úgyhogy elnézést kérünk, de az igazság, hogy kifejezetten a fürdő, mint ingatlan nem érintett ebbe a kérdésben, mert a piac területén és a piac parkoljába nyújtottuk lehetőséget és a Kostas utcán szűk számban, de a fürdő ki van szolgálva parkoló érintetben. Ez elsősorban az ő üzletfeleit és az ő kötelezettségét terheli. Beszállnánk ebbe, csak most nincs ennyi pénzünk. Úgyhogy mit terjesztettünk elő? Azt terjesztettük elő, hogy most jelenleg nem tudunk forrás biztosítani. Jó, úgyhogy bocsássanak meg az áfésznak, nagyon becsatos a kezdeményezése, de most ebben az évben én úgy gondolom, hogy ez nem akkora közügy, mint a többi, amit eddig megcsináltunk. Igaz? Nem csak szó szerint kell mondani, nem megbántva őket, én tényleg fontosnak tartom, a kupi van az udvaron, láttátok, ma megszemléltük, és azt már el sem mentünk odáig, ott gödrök vannak a házfalánál, csapadékot rendbe kell tenni, ez pedig a saját kötelessége. Úgyhogy azért meg gondolkodunk rá, hogy mit tudunk még összekaparni be az ügyben, mert mondhatnám azt, hogy közügy, de ez kevésbé, mint a többi, amit megvalósítottunk, jó? Mit mondott a Gazdasági Bizottság? Egyhangulag támogatta, hogy ne építsük meg most egyenlően. Köszönöm. Ügyrendi bizottság. Egyhangulag támogatta. Köszönöm. Kérem az előterjesztés szerint, itt közben van valakinek kérdése, véleménye. Jó, tehát nem mondunk le róla, nem küldjük el, nagyon kedvesek, hogy foglalatoskodtak vele, de most van más, és kicsikét azért oda kell figyelnünk a költségvetés lehetőségünkre. Nem állunk, nem nincs itt olyan, hogy neki megyünk a falnak, meg mit tudom én, de biztonság az biztonság, jó? Mit is csináltunk bizottságunk? Rendben, akkor ön felolvasta a döntés szövegét. Testületünk úgy dönt, hogy az Árpád szálló mögötti parkoló felújítást az elkészült TER dokumentáció szerint nem kívánja támogatni, jelenleg nincs a rendelkezésre álló forrás ehhez. Tehát csak jelenleg. Akkor szavazunk róla, jó? Köszönöm, megtanult a döntés született. Mondom, elnézést kérünk, mert nagyon korrekt a kezdeményezés, csak ez most nem aktuális számunkra. Hármas szám bejelentés. Nézem, az én vagyok. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, 2018. szeptember 1 és ez év június 30 közötti időszakra Lestján György szarvasi egyéni vállalkozó volt az, aki a helyi autóbusz közlekedést biztosított a Szarvason. Ismert okok miatt a járványra tekintettel március 19-től polgármester úrral elrendeltük a helyi járatok szüneteltetését, alkalmazkodva az országos szabályokhoz. Az ismert helyzet miatt a szolgáltatás újraindítására határozott idejű szerződés lejárata előtt már nem is volt lehetőség. A vállalkozó kezdeményezett egy egyeztetést, és a teljesítés elmaradásából származó bevétel kiesésére bejelentette az igényét. 54 iskolai napon szünetelt egyébként a szolgáltatás, ami a napi 99 kilométeres futás teljesítménnyel az eredeti díj 50%-ában megállapítva egy 908.820 forintos összeg, ami áfával együtt bruttó 1.154.201 forint, és azt kérte a képviselőtestület, hogy mivel ez az ő közrehatásától függetlenül, illetve az ő érdekkörében felmerült okon kívül hiúsult meg ez a szolgáltatás, hogy ezt az összeget a testület részére ítélje meg és fizesse ki. Mit mond a Gazdasági Bizottság? Támogatta egyhangulag. Köszönöm, van-e kérdés, vélekedés, hozzászólás nincs, címzetes fejezőről olvassa föl 50%-et, kéri az elmúlt szolgáltatást. Lestján György egyéni vállalkozó Szarvasi Jókai utca 107 per A részére autóbusz közlekedési szolgáltatás járvány okozta rendkívüli helyzet miatti szüneteltetésének időszakára bruttó 1.154.201 forint elmaradt bevétel kifizetését engedélyezi, ehhez nyilvánvalóan egy megállapodást is kötünk a vállalkozóval. Akkor a képviselőtestület ezt utasít rá, hogy ezt hajtsuk végre. Így tehát kárpótoljuk a vállalkozót is. Aki támogatja, nyújtsa fel a kezét, szavazunk róla. Köszönöm, egyhangú döntés született, következik a hármas számú. Polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, a Tessedék Sámuel Múzeum és Szárazban a Városi Könyvtár alapító okiratát szükséges módosítani. Az elsődleges ok az volt, hogy törvényváltozás következtében november 1-től a
közalkalmazottak munkatörvénykönyvesek lesznek, ezért a foglalkoztatás típusánál ezt módosítani kell az okiratba is. Ezen felül feltüntettük külön, mivel régészeti tevékenységet is végez a múzeum, ezért az alaptevékenységénél ezt is felsoroltuk, illetve az önkormányzat rendelkezik egy ingatlannal a Vasút utca 7 szám alatt. Ebből jövőre pályázati forrásból egy néprajzi látványtárt tudnánk kialakítani, és hát mivel számtalan ingatlannal rendelkezik az önkormányzat, és hát ezekre azért igen korlátozott idő jut ezeknek, hogy rendbe tartsuk, illetve ránézzünk, ezért úgy gondoljuk, hogy már most telephelyként oda lehetne adni a múzeumnak, és akkor így talán több figyelem fordítódna erre az ingatlanra az év során addig is, amíg ez a pályázat kiírásra kerül. Se lenne a dolognak, úgyhogy most is megvolna a vagyongazdász figyelme, de az kevés, felelősség kell tenni valakit érte, igen. Két megoldás van a betervezetésben javasolt múzeológusi tevékenységhez. Lehet az intézmény keretei között, nem Istentől vagy nem törvénysértő, de gyakorlatilag intézmény és vállalkozás tevékenységet folytat. Ez úgy kicsit mixtúra is keveredés, és van a másik lehetőség, hogy a múzeum és könyvtár marad olyan, mint intézmény, de ugyanakkor gazdasági társaságot hozunk létre a múzeum, vagyis a restaurátor, meg a, hogy mondják, segíts már kifejezés, a régészet tevékenység ellátására. Tudnék, ezt általában szakcégek szokták csinálni, annak teljes gazdasági és egyéb más felelősségével. Nem jó a mixtúra, ugye majd később lehet, hogy meg kell gondolnunk ezt a dolgot. Jelenleg vállalkozik, ami viszont nem tipikus, atipikus feladata a múzeumnak. Az is megesett, hogy később a múzeumból is gazdasági társaságot kell csinálni, úgyhogy nem tudom még az utat, melyik lesz célszerűbb, de erre majd be kell figyelni a bizottságnak, kérem, hogy legyen majd javaslatot rá. Ki kíván hozzászólni? Ön kezdte? Én köszönöm szépen, csak ez egy mondatot, ez viszonylag régen kitaláltatott, 1994-95 magasságában. A közhasznú tevékenységet végző általában civil szervezet... Megszűnt. Nem, csak ebben a konstrukcióban azt találták ki, hogy leválasztják a vállalkozói tevékenységet, és maga az alapítvány, vagy jelen esetben szervezet létrehoz egy KFT-t, egy egyszemélyes KFT-t, és azon belül, tehát hogy értem, alapvetően széljel legyen, ezt érdemes végig gondolni ebben az esetben. Én azért vetettem fel az elején, hogy egyet beszélünk, a közhasznúság miatt megszűnt ez a lehetőség, ugye nincs ilyen. Új PTK-ban nincs már benne. Jó. És én is így emlékszem rá. De ez nem tettünk pontot az ügyre, mert hogyha jelentős régészeti feltárásokra kerül sor, és ez egy üzleti tevékenység, akkor ezt a rászférát kell bízni a eredményességével, meg a felelősségével is. Nem jó belekeverni egy intézményben. Viszont ilyen is van, erre is van példa, úgyhogy most én is azt mondom, hogy meglátjuk majd, hogy melyik lesz a kellemesebb, de erre nincs véges pont téve. Tudnék az igazság, hogy egy intézményként működő, az nem a reálszféra dolga. És elmondom a veszélyét is, hogyha mi költségvetésből finanszírozunk egy intézmény működést, és bejön üzlet tevékenységet bukik, akkor a költségvetésünk állja és áll mögé felelősségként. Ez pedig tartatlan. Azért kell szó szerint beszélni, nagyon köszönöm, mert egy húron pendülünk, az eszünk is egyfele jár egy-két kérdésben, és az jó dolog, mert szóval ezeknek szóval senki se játszon a mi költségvetésünk terhére és veszélyére, a vállalkozói tevékenységgel, amelyikben jó jövedelme is lehet, amit nem irigyünk, és jó eredmény is, amit nem irigyünk, pláne, hogy mit szégünk, akkor egyáltalán nem irigyeljük, de ne jelentsen veszélyt, a mi veszélyünkre, a költségvetés veszélyére és az adófizetők pénzének veszélyére. Jó, ezt akkor értjük, mindenki tudja, hogy nem tettünk véglegesen pontot, ami most van, azt szerintem javasolom elfogadni, de ezt nem fejeztük beszélt. Parancsoljon. Köszönöm a szót, polgármester úr. Én azt szeretném a múzeumigazgató úrnak javasolni, amennyiben a Vasút utca 7 leendő kiállításaiba illeszkedhetnek a Kozák Feri bácsinak a gyűjtemény, ami akkor szerintem érdemes lenne vele kooperálni, amennyiben illeszkedik a kettő. De ez nyilván szakmai kérdés, csak egy felvetés volt, majd meglátja. Igazgató úr, köszönöm szépen. Én köszönöm ezt a javaslatot. Itt nem az elhelyezéssel van a gond, mert már erről gondoskodtunk volna, és van másik hely is, mert később, ha sikerül a Mitoszi kastélyt, ugye látták, mindenhova megmozdultunk a Covid mírósor miatt. Szóval van egy kormány megbízottunk, aki komolyan vett egy megjegyzést, meg az államtitkár is, aki itt volt, ugye a járási hivatalavatásakor. Volt, aki kiakadt, hogy miért hozok itt elő. Azért, mert nekem ez jogom van. És miért ne képviseljem egy kormánybizott és egy államtitkár előtt a város érdekét, ez a Mitoszi kastély. És kormánybizott fel is karolta. Hozott olyan embert, aki az Almási kastélyt rakta rendbe. Egy nagyon elismert és
Kormány biztos, hogy mi a... Kormány biztos, igen. Kastélyprogram kormány biztos. Kormány biztosa. Tehát nem akartam ebbe belemenni, de csak azért mondom, hogy itt vannak azért néha buta megjegyzések, de hogyha valaki segíteni akar, miért ne provokáljam? És ráadásul be is jött, mert segíteni akar. És nagyon tisztelem értem, mert egy gondunkat, ami már itt jó pár éve, 15 éve gondunk, segítenek megoldást keres. Nagy baj az, hogy 800 millióról az ilyen interaktív megoldás, amit a legutolsó szövetben a Lezsáknak azt hívta, hogy interaktív, nem tudom, micsoda bemutató hely meg anyám tyúkja, ez már nem 800 millió forint, 1 milliárd 800 millió. De láttátok, hogy még Lezsákot is, Sanyi bácsi is bevontuk a kérdésbe, mert ott van az elnök úr mellett, mint a elnöke, hátra tudnak beszélni róla, és tudnak nekünk kormányi ötterezni és kicsikarni. Na, de nem pregykálunk ki mindent. Ebből kifolyólag ennek ebben a háznak kell majd tartalom. Itt nem az a gond, és most itt jövök vissza azzal a problémával, hogy nem a mi gondoskodásunk hiányzik, hanem nem tudunk megállapodni vele. Mi akartunk venni iskola múzeumnak a siratói tanyát is, amit aztán végül a lelkész úr adott. Igen, ön mondta, nem én. De több gondoskodást felvázoltunk. Én úgy tudom, hogy már komoly sérelmei vannak ennek a gyűjteménynek. Szeretnénk megmenteni, mert többet ez nem rekonstruálható. Itt, ahogy Laci bácsinál is most már ugye utasítást kellett adnom, sőt személyesen beszélni, hogy idős emberek már egy kicsikét bonyolultabban gondolkodnak, és nekünk pedig az idő tempó, úgyhogy Laci bácsival is meg kell értetnünk, hogyha ő akar ebben a városban az ő életművéből felmutatni valamit, akkor lehet, hogy mi hamar váljon meg, állapodja meg a képviselőtestettel, mert nem lesz helye a múzeumban. Szóval ez a direktíva, mert nem hátráltathatja a múzeum megnyitását. Mert ő még különböző feltételek, jogász nem ér rá, meg ez, meg amaz. Szóval itt vannak azért ilyenkor, adom is, meg nem is, ez így nem működik. Vagy megbíz bennünk, mi nem vagyunk csibészek. Ugyanez a vonatkozik a kisöregre is, akit szeretünk, tisztelünk, de nem tudunk ötről hatra jutni ebben a dologban, úgyhogy köszönöm a javaslatot. Próbálkozunk majd vele élni, de terveinkben van, majd meglátjuk, hogyha nyílik a lehetőség rá. Laci bácsának is ígértük annak, hogy a Mitrovszki kastélyt az úgy elúszott, vagy még jelenleg nem tudtuk perfektuálni, nem jártunk még eredménnyel, nem úszott el korábban, nem volt a lehetőség. Most viszont megcsillan, de hogyha a múzeum indulni akar, akkor nem hátráltathatja az ő aggályoskodása, ami nagyon érthető, és szeretem, tisztelem őt, de szóval itt muszáj látogatót produkálni, itt nincs kecmet, szóval itt nem várhatunk az elszámolással, mert itt sok pénzről van szó. Tetszenek érteni. Minden szeretetünk nagyon fontos, tiszteletünk is hasonló módon, de a dolgoknak haladnia kell. Nézőszámot ígértünk, úgyhogy fontos ő is, ott lesz az előtérben, mindjárt kezdődik vele. És ki sikerült megállapodni? Igen. Na nekem ne integessen így, vagy megállapodik, vagy cirkus csinálok. Na hát akkor végezz a dolgát. Ehhez paralel hasonló eset a másik is. Csak ott még nincs meg a lehetőség, hogy már is azt mondjuk, hogy be kell költözni. Jó. Mit mondta a gyermeki ölti és közbözési bizottság? A bizottságunk támogatja. Köszönöm. A tieteket már hallottam, ugye? Nem. Akkor mondd el. Támogatjuk. Igen. Támogatjuk. Támogatjuk, jó. Elnök úr, jó, csak én voltam most itt a sok beszédem kapcsán bizonytalan, hogy meghallgattalak-e vagy sem, hogy figyeltem oda. Kinek van kérdése, hozzászólása, kibeszéltük minden részletkérdését, ebbe pedig Mátyás, ahogy megbeszéltük, erre oda kell majd figyelni. Mert lehet, hogy az, hogy szóval nem csak a restaurációt, nem csak a feltárás, hanem egyéb ilyen múzeummal kapcsolatos valami tevékenységet, egy céget létrehozunk, és akkor hadd csinálja, restauráljon. Ha lesz ingatlan, hadd csinálja, nem? Nem függ össze ezzel a polgári házzal, mert az egy bemutató hely lenne. Azt is körbe kell járni, mert most szereztünk pénzt, vagy szerzünk, ha minden igaz, a szárazmalomra, és jövőre megint tudunk szerezni egy 20 millió forintot erre. Mert ez sincs ugye készen, de be tudnánk mutatni a századforduló szarvasi polgári mentalitását, bútorait, képeit, meg helyét. Olyan bútorok is vannak egyébként, amit már komoly alapját. Ez egy holland tulajdonostól vettük meg. Jó, van egy kérdés? Nincsen?
Akkor kérem, olvassam. Testületünk úgy dönt, hogy az általa fenntartott Tessedik Sámuel Múzeum alapító okiratát az előterjesztés mellékletét képező módosító okirat szerint módosítja, felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, és utasítja a jegyzőt a változás bejelentési kérelemnek a MÁK részére történő továbbítására. Köszönöm, egyhangú döntés született, ugye? Kérem, bocsássák, még nem szószátjárság, csak minden összefügg az életben, és erre parral esett volt, hogy Laci bácsi meg a múzeum, azért hoztam szóba, és majd rajta leszünk, mert jó lenne, ha meg tudnánk menteni. De van már arról ismeretem, hogy volt, aki már hordott szét belőle, meg elvitt, meg ellopott. És ez azért kár. Tudnék, annak idején sokan odaadták az ő őrzésére. Nem megbántva őt, de ebbe a totojázás azban nem igazán jó módszer, mert akkor kár keletkezik. Mindenesetre megpróbáljuk a lehetetlent, de rajta is kell, hogy azt mondja, hogy tietek. A közé, és nem az enyém, nem a tied, hanem a városi. És aki megbízik. Volt ilyen, aki a gimnáziumot is akarta támogatni, a végén pedig nem adott semmit sem. Emlékeztek rá? Emlékeztek még rá? Nem, ugye? A gimnázium működését támogató pénzügyi és földfelajánlásról volt szó. Öt alkalommal tárgyaltunk, és a végén... Nem biztos, hogy te jó voltál ott tárgyalni, mert rájöttem. Vesenci úr tárgyalt az üdeket, mert én is nem akartam elfogott lenni, és nem jött össze a dolog. Nagyon bánom, mert a szándék jó volt, csak az időskor aggályoskodása vele szólt, pedig hát nem két hektár földről volt szó. Nem rajtunk múlott. Ugye, Edith? Ugye, Edith? Szóval 4-5 tárgyalás volt? Elmentünk hozzá és megtárgyaltunk, mert csak nem jött össze. Próbálom így is amúgy is pénzt meg vagyont szerezni az intézményhez. Jó volt a szándék, csak aztán kisiklott valahol valakiknél, nem tudjuk miért. De nem mi vétettünk ebbe a dolgokba. Jó. Hol tartunk most akkor? A 5-ös jön? 6-os. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! Egy tavaly novemberi határozatával támogatta a képviselőtestület egy tanuló részvételét az Arany János tehetséggondozó programban. Ebben vállalta a testület, hogy a programban való részvétel idejére 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra 5000 forint havi ösztöndíjat nyújt a tanuló részére. A szociális és gyermekvédelmi keret terhére. Sajnos nem nyert felvételt a kérelmező a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumba, Mezőberénybe, így kérjük, hogy szíveskedjenek visszavonni a támogatásról szóló határozatot. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Mit mond a ügyrendi bizottságunk? Mehet az előtt a gyermekjóléti. Egy hangulat köszönöm. Támogattuk. És az SCM bizottságunk? Egyhangúan támogatta, bár sajnáljuk, hogy kimaradt ebből a programból a illető tanuló, viszont örülünk annak, hogy Szarvason maradt a Vajda Péter gimnáziumban. Nem mi tehetünk róla, most vissza kell vonulni. Indítványozhatom, hogy szavazzunk meg az előterjesztés szerinti határozatot, szavazzunk róla. Kis ügy, ő döntet így. Köszönjük szépen, egyhangú döntés született, 6-os számú. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő testület! A Martos-Flóra utca 2-es szakaszának burkolatfelújítása vált szükségessé, amely a Kossuth utca és a Vasút utca közötti szakaszon található. A Martos-Flóra utca 2-es ütem a már elkészült 1-es szakaszhoz folytatásként csatlakozna. Igen nagy szerepet játszik jelenleg is a közlekedésben, tehermentesíti a belvárosi átkötő forgalmat. Ez a szakasz is teljes 4,5 méter szélességűre lenne kiszélesítve, új aszfaltburkolatot kapna. A képviselőtestület már márciusban döntött a felújításról. Nem haragszik, köszönöm szépen. Mit mond a gazdasági bizottság? Martos-Flóra. Köszönöm szépen, ügyrendi bizottság. Köszönöm, kinek van kérdése, véleménye. 4.597.000 forintra hoztunk korábban döntést, ez a pénz megvan. Csináljuk meg azt, hogy legyen már az utca is egységes. Aki támogatja, az nyújtsa fel a kezét. Köszönöm, egyhangú döntés született. 7-es számú. Polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, a Városi Könyvtár a tavaszi bezárások alatt elvégezte a jogszabály által előírt állomány ellenőrzést. Ennek eredményéről láthatnak itt önök egy tájékoztatót, illetve ennek eredményeként kimutatott hiányt, amelyről törlési jegyzék is készült. A jogszabályi előírások mértékének ez megfelel, így megengedhető hiány címén való törlését
kérik, hogy engedélyezzék. És akkor írjam alá, hogy hiány és jegyzőkönyvet rendezzük. Jó, mit mond a Gazdaságbizottság? Egyhangúan támogatom. Köszönöm. Gyermekjólyt és Közművelődési Bizottság. Támogatjuk az előadást. Azt hiszem, hogy mentős irodalmak tűntek nagyon el. Nagyon minimális. Minimális. Öt évre igazgatóasszony. Nem pótolhatatlan kincsek tűntek el, mint a archívkönyvtár. Jó, köszönöm. Minimális hiány, igen. Kinek van kérdése, hozzászólása? Az előterjesztés szerinti törlést indítványozzák a bizottságok is, és akkor kérem, hogy szavazzunk róla. Köszönöm, egyhangú döntés született, és akkor ebben is a nyilvántartásaink megegyeznek a konkrét meglévő könyveinkkel. 98-es számú bejelentés. Tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtestület, a helyi TDM szervezet, vagy pontos nevén a Körösmenti Turisztikai és Kulturális Egyesület 2011-ben alakult meg az akkor érvényes kormányprogram turizmus fejlesztése vonatkozó szabályai szerint. Annak akkor alapító tagja voltunk mi önkormányzatként, intézményeink és gazdasági társágaink is. Tudni kell, hogy megállapodás és névhasználati szerződés alapján ez az egyesület működteti ma is a Turinform irodát Szarvason. Ez pedig akként van finanszírozva, hogy az egyesületnek nyújtott támogatásból tartja fenn a Turinform irodát az egyesület. Az egyesületi tagdíj megfizetésén túl egyébként mások akkora összegű támogatást, mint például ebben az évben Szarvas 11 millió forint tervezett összeggel senki nem nyújt. Nagyon-nagyon sokat és sokszor változott meg a kormány turisztikai koncepcióra, amire a mai állapotok kialakultak. Ma már nem érdekel sem az önkormányzatunknak, sem intézményeinknek és gazdasági társaságainknak, hogy ebben az egyesületben tagságot viseljenek, hiszen az egyesület a szeptember 2-án tartott tisztújító közgyűlésének határozatai alapján a továbbiakban is szeretné folytatni a működését, azonban kifejezetten, mint a szállásadók érdekképviselete. Mi pedig ilyen tevékenységet nem folytatunk. Itt egyedül az érdekelt az ági lehet, de neki is annyira speciális a helyzete a gyermekélelmezéssel, hogy az sem feltétlenül. A Turinform iroda működtetése az, ami viszont érdekes ebben a kérdésben. Itt elmondanám azt, hogy vagy Turinform irodánk van, ami egy kiterjedt, tehát komoly szakember állománnyal komoly menedzseri szolgáltatásokat nyújt, vagy egy úgynevezett turisztikai információs pont, amiben beültetnek egy közmunkás kisasszonyát, és az kiosztogatja a plakátokat, vagy adott esetben ad egy térképet valakinek. Nyilván ez Szarvasnak nem elégséges. A Turinform iroda névhasználati, tehát jelenleg 6 település tartozik egyébként a Turinform irodához, mert ezt a lehetőséget így adja meg az turisztikai ügynökség, ahol monitor szerűen egyébként hetente ellenőrzi is, hogy milyen szolgáltatásokat végeznek. A gond abban áll, hogy senki más nem finanszírozza a Turinform iroda működését Szarvasváros önkormányzatán kívül, vagy ha igen, akkor nagyon-nagyon-nagyon minimális mértékben. Viszont ugye éppen a névhasználati szerződés miatt a Turinform irodának teljes körű szolgáltatást kell nyújtani az érintett települések felé is. Ebből pedig az a helyzet következett, hogy mi álltuk a cekket, a többiek pedig élvezték annak a hasznait. Szolgáltatók, települések. Nem bántsd meg senkit. Nem megbántani akarom, a tényekről nagyon precíz voltál eddig. Igen. És én most átveszem a szót, tehát változtatni kell. A koncepciós változat, nekünk szükségünk van egy magasabb szintű Turinform irodára, amelyik gazdasági tevékenységet is végez. A javaslatunk az, hogy engedjétek arra, kapjunk feltalmást arra, hogy tárgyunk ennek a gazdasági társaság létrehozását, illetve is aki szolgáltást igény, az pedig piaci alapon vegye igénybe. Tehát kell a többi településnek is, de úgy, hogy ez nem szívesség lesz, meg adok, nem adok, meg ilyesmi. Mi nem vagyunk keresztapja senkinek sem, meg a nagyapja sem, édesanyja sem, úgyhogy mindenki a saját kontrollára tegye a dolgát. Nekünk fontos az, hogy a TDM megmaradjon, mint civil egyesület, amely privát alapítvány, vagy egyesület, és aféle érdekképviseletében nem csak a szállásadók, a vendéglátósok, és még sok egyéb másan részt kívánnak venni, ez az ő dolguk. Mi ebből ki kívánunk szállni, nem csak azért, mert az elején még olyan is volt, hogy kialakult az árnyék kormány a testület, mert ugyan bizottságot hoztak vissza, de ez történelmi spondja rá, hogy kész vége. Ezek ilyen vadhajtások voltak a város irányítását illetően, csak nem felejtek, úgyhogy mert ez egy vadhajtás volt. Úgyhogy mi térjünk vissza arra, hogy van egy ágazat, amelyben nekünk munkahelyek vannak, a vendéglátásban és a szállásadóknál és a szállodáinkban,
ezt mi próbáljuk menedzselni és segíteni, miután van a lehetőség, és ilyen jogszabályok vannak, hogy a turizmusból érkező bevétel, adóbevételt el is folytatjuk, akkor miért ne segítenénk. Érdekes, hogy egy szakmát kiemel a törvény, és a idegenforgalmat itt támogatja. Nincs véleményünk, kész van, használjuk, de ezt egy gazdasági társaság formában, ahol eredményére és a költségekért felelnek, és ha valaki ebben részt akar, akkor fizessen üzleti alapon. Oké? Ez a dolog lényege. Mariani csak azt kérték a dolgozók, persze a dolgozók azok folyamatossága meg lesz a társaság, majd a ügyvezető dönti, hogy itt tart meg, meg itt nem tart meg, és milyen mértékben, hogy ez teljesen racionális, és nem ilyen érzelmelapokra kell, meg lózulokra kell fölépíteni. Ez egy komoly munka, én megnéztem Gyulán is, régóta szívem vágya, hogy így alakuljon a dolog. Ők is azt tették, hogy nincs itt hőbörgés, meg anyám tyúkja. Kész. A piac kér ilyen szolgáltatásokat, a vendégek kérnek ilyen szolgáltatást, igényt tartanak rá, fontos, csinálni kell, de teljesen racionális és piaci alapon. Mi pedig az adónkból ezt a céget tudjuk bármikor támogatni, mert lehetőségünk van rá. És nem teszünk szívességet, hanem segítjük Szarvasváros idegenforgalmát. A Körösmarostól kezdve, ahogy ők is segítenek minket, az Arborétumig, a Mini Magyarországig, a vendéglátókig, az, hogy mi nekünk lesz városi kiadványunk, lesz városi akaratunk, rendezvénye, sok egyéb másra kiszolgáljuk az idegen forgalmat, mert egy fejlődő gazdasági ágazat és a város érdeke az, hogy ez racionálisan és jól eredményesen működjön. Oké? Okay? Kérdezem, akkor mit mond a gazdasági bizottság? Nagyon alaposan kitárgyaltuk, és mindkét határozati javaslatot egyhangulag támogatni tudjuk. Köszönöm, az a fontos, hogy egyformán gondolkodunk, és hasonlóan közelítjük meg. Ügyrendi bizottságunk? Tette. Köszönöm szépen, hely aranyosak vagytok. Van-e valami vita, mert igyekeztünk mindent elmondani, semmit takargatni volna nincs ebben az ügyben, semmi revans, meg ilyen ózkodás, de vannak dolgok, amelyeket módosítani kell ahhoz, mert a hatékonyság és a közpénz elköltése az egy, és hasznos elköltése az fontos feladat. És a keresztapasságnak meg ennek vége. Meg a paternusnak is, úgyhogy van, aki csak beszél, aztán követel, és úgy, nem vagy semmit. Erről akkor ennyit, jó? Jó, akkor kezdjük az egyessel. Az egyes az, hogy testületünk úgy dönt, hogy december 31-ével megszünteti a tagságát a TDM-ben. Ez ennek a nyilatkozatnak a megtételére felhatalmazza a polgármestert és jegyzőt, egyben felhívja az egyesületben tagsággal rendelkező intézmények és társaságok vezetőit, hogy vizsgálják meg a tagságok fenntartásának szükségességét, és ennek alapján tegyék meg a szükséges intézkedéseket. Köszönöm, egyhangú döntés. Kettes pedig arról szól, hogy úgy dönt a testület, hogy a TDM által eddig működtetett Turinformiroda működését jövő év január 1-től kezdődően a Körösszögi Kistérségi Nonprofit Kft. Tevékenységei között az iroda vagyonának átvétele mellett vállalja folytatni. Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy ezt jelentsük be az egyesületnek, folytassuk le az átvétellel kapcsolatos tárgyalásokat és valamennyi intézkedést annak érdekében, hogy a Kft. Ezt a feladatot január 1-től el tudja látni. És egyébként pedig folyamatosan hozzuk a döntési javaslatokat a testület elé. Csak az, hogy ez egy iránymutató döntés, hogy akkor mehetünk-e hozzá betárgyalni. Nyilvánvaló, hogy a gazdasági társaságunkat tesszük bele a Turinformot, meg a turizmussal kapcsolatos gazdasági tevékenységet, és akkor érdekelté tesszük az ott dolgozókat is, hogy hoznak eredményt és hatékonyabban működjenek a dologba. Jó, összedöntsünk erről is, jó? Ha egyet értenek vele. Köszönöm, egyhangú. Amit el akartam mondani, a mi TDM tagságunkkal kapcsolatban egyeset van, és ugye demokrácia van. És ezt csak azért mesélem, hogy mindenki lássa a képet, és értékelj azt, hogy nagyon higgadtan tudok sokszor dönteni, de ugye nekem is felszagadt a vérnyomásom, amikor kialakult ez a kvázi árnyék kormány, hogy a testület működik, és majd a TDM-ben van a sportbizottság, kulturális bizottság, stb. És akkor lerendelték ide Fekete Pétert az egyesülethez, hogy számoljon be, aztán Császton András, szóval, bocsánat, de annak a főnöke itt van ebben a teremben. Ugye? A színháznak, múzeumnak és a többinek is. Ezek csak vadhajtások, azért mondom, mert patanás nagyon nyelvem, hogyha nem mondtam volna el. Szóval voltak nekem azért ilyen helyretevő dolgaim, és nem mindenkinek tetszett. De azért tudni kell, hogy ki hol kakas, és kinek hol a szemétdomja. Úgyhogy nem hiszem, hogy háttérbe kell dirigálni a Rosszikot, meg a művelési házat, meg a színházat, meg a többit, szóval ezért kell kilépnünk, az egy civil egyesület, és ez nagyon tiszteljük őket, szeretjük őket, de megvan a saját feladatuk, azt szabják meg maguknak, mi pedig a várost irányítjuk 12-en, és gondoskodunk a város ügyeiről.
hit számolnak be a közönségnek is, tehát a városnak is, és nem más fórumokon. Tájékoztatás kérnek tértek van, az egészen más, de beszámoltatták. Szóval nekem ez nehézséget okozott különböző tárgyalásoknál, hogy itt érdekes módon beszámolókat követeltek itt mindenféle társpartnerünktől is, ami ciki volt. Szóval megértük, kész vége. 9-es. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, a Comép Kft. Sikeresen pályázott az Ipartelep utca 2 szám alatt lévő épületének energetikai fejlesztésére. Ez a pályázat sajnos utófinanszírozású 25%-os előleget tudott csak igénybe venni, az összes többi költséget meg kellett és meg is kell neki előlegeznie. Ez a Kft-nél sajnos likviditási gondokat eredményezett, ezért arra kérem a tisztelt képviselőtestetet, és azt javasoljuk önöknek, hogy 20 millió forint összegű visszatérítendő támogatást kapjon a Comép Kft, hogy likviditását megőrizze, illetve a projekttel időben pénzügyileg el tudjon számolni, és vissza tudja fizetni részt 20 millió forint összeget. A polgármester úrnak kifejezett kérése volt, hogy próbáljuk pontosítani a megállapodásban lévő visszafizetési időpontot. Egyetlen egy szót tudtunk csak beszórni, tekintettel arra, hogy igazából a pénzügyi elszámolás elfogadását követően kell, hogy visszafizesse, mivel az elfogadás az irányító hatóságnak a kompetenciája, és sajnos hiába adjuk be mondjuk januárban már az elszámolást. Igen, azért mondom, hogy nem tudtunk többet pontosítani, köszönöm. De azért elmaximum már van időpontot, mert hogy nem fognak elszámolni ismerve a mentalitást, és akkor itt rógjanak engünk a pénzzel, kettőpén nem ez befejezve a beruházás, ami viszont uniós pénz elszámolásnak gondokat okoz. Jó, szóval... Hogy? Csak Romolával beszélünk. Jó. Akkor támaszom március 31-ét, azt legfeljebb megint behozzuk. Érted? Igen, semmi se tart, csak ösztökeljük arra, hogy fejezzék be, mikor már meg is csináltuk a terveket, meg csökkentjük a költségeiket áramba, meg hőszigeteléssel, minden csoda. Nehogy aztán pancsikolják a pénzünk, azt egyszer elszámogatják, mert éppen nekik nem sürgős. Ezt megtapasztaltam, úgyhogy nem vagyok szekás, csak óvatos, mert már többször az orromot bele kellett verni, és nem hiszem, nekem kell dirigálnom azt a céget. Igen, és akkor polgármester úr, hogyha meg elégszik vele, akkor a június 30-ára hoznánk előre a december 31-et, és az körülbelül meg fog, addigra megfordul jó, a irányú december 15, oké. Okay. Jó, köszönöm. Itt van benne valahol a dátum, Jancsi? Határidő szeptember 30, mire szeptember 30? Megállapodás. December 2021. december 30-ig volt, de azt előre hozzuk fél évvel, hogy június 30-ig számoljuk. Jó. A módosításokat értett mindenki, nem döntésben a módosítás, hanem a belső tartalomban, akkor azzal nincsen ellen vélemény. Ön pedig hiavítja, és csak így hozza aláírni a megállapodás. Mert akkor szavazhatunk róla? Mert van döntése, hogy támogatjuk, és csak a elszámolásban egy kis kényszerbe adom. Köszönöm szépen, egyhangú döntés szerint a 9-esnél. Azzal, hogyan a dátumokat kiavítja. Hízlabda. Polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, a Szarvasi Női Kézilabda Klub támogatási kérelemmel fordult az önkormányzat felé. Ebben működésükhez 5 millió forint támogatást kérnek. Tudni kell, hogy az Egyesület 2018. augusztusában egy 2 millió forint összegű visszatérítendő támogatásban részesült. 2019-ben ennek visszafizetésére kértek egy megállapodás módosítást. 2020. március 31. napjáig kellett volna, hogy ez megtörténjen, nem történt meg. Így... van nekik egy függőben lévő támogatásuk, a sportbizottság döntése értelmében 1 millió 350 ezer forint támogatásban részesülnének, abban a pillanatban, hogy nem lenne tartozásuk. Született egy olyan alternatív javaslat, ugye mivel hát ez nem volt betervezve a költségvetés tervezésekor, így a forrás se áll rendelkezésre ilyen szempontból, hogy 5 millió forintot kérnek, ebbe az 5 millió forintba beszámíthatnánk a tartozásukat, akkor az 2 millió forint, illetve már van egy határozat, ami értelmében 1 millió 350 ezer forintot megkapnak abban a pillanatban, hogyha már nem tartoznak. Tehát Isten igazából még 1 millió 650 ezer forintot kellene biztosítani, és akkor így kapnának 3 millió forintot, és a 2 millió forintos tartozásuk pedig rendezve lenne. Erre kérünk döntést, javaslatot. Köszönöm szépen. Bizottságaink tárgyalták, gazdasági pénzügyi bizottság.
Végül is mi nem tárgyaltuk, mert megvártuk, hogy a sportbizottság mit fog dönteni ebbe a dologba, és a testület döntését fogjuk ki is képviselni. Köszönöm szépen. Igen, ifjúsági sportbizottság. Ugye elnök úr azért mondta, hogy azért nem tárgyaltak, mert a bizottsági ülésünk később lesz, tehát ebbe egyeztünk meg, hogy akkor pont emiatt majd a testület fogja a végén rám mondani, hogy igen. Ennek a finanszírozása igazából az 1 millió 650 ezer forintnak a finanszírozása a sport keretben rendelkezésre áll, és mi egyhangulag azt mondtuk, hogy igen, támogassuk a kézilabda egyesületet. Igen, akkor 1 millió 650 ezer forint támogatást akkor a bizottság javasol. Tehát az 5 millió forintos kérelmet igen. Úgy tudjuk támogatni, hogy ugye egyszer van egy 2 millió forintos adósságuk, plusz meg egyszer már adtunk nekik, csak ugye ezt nem kaphatták meg, 1 millió 350 ezer forint különbözetet odaadjuk most. Ramola. Tisztelt alpolgármester úr, tisztelt képviselőtestület, nem tudom, hogy ehhez az előterjesztéshez polgármester úr azt kérte, hogy menjen pénzügyi aláírás is. Nem tudom, hogy föltöltötték-e? Remélem, igen. A sportcélú keretnél ugye a döntés meghozatala előtt csak szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy összességében van a sportkeretben szabad maradvány, 13 millió 968 ezer forint. Ez azért fontos önöknek tudni, mert erre ezzel kapcsolatban már született egy 9 milliós támogatási a futballklubnak. Most lesz ez a női kézilabda az 1 millió 650, majd kér a kajakkenu is 2 millió 800 ezret, illetve még a futballklubnak a zárt ülésen is lesz még egy támogatási kérelme 2 millió 200 ezer forinttal. Ha megnézzük, hogy most ennél a testületi ülésnél, illetve egy darab előző döntésnél az igény, a támogatási igény az 15 millió 700. Tehát ha megnézzük, hogy mennyi a szabad maradvány, illetve a döntéseknek a forrás igénye, akkor ott van egy 1 millió 778 ezer forint összegű, elmondhatom. 1 millió, mert ugye polgármester úr kérte a pénzügyi ellenjegyzésemet, akkor el fogom mondani, jó, elnök úr. Tehát 1 millió 778 ezer forint összegű hiány. Na most, amikor majd a futballklubot tárgyalják önök a zárt ülésen, akkor nekem az a javaslatom, hogy ez a bizonyos mínusz, ez ott kerüljön akkor letárgyalásra. Tehát, ahogy az elnök úr is mondta, hogy tulajdonképpen a kézilabdaklub kérelmét ilyennek be lehet támogatni, csak azért szerettem volna felhívni az önök figyelmét, hogy most meghoznak két döntést, támogató döntést, de akkor majd az átülésen vissza kell térni egy mínuszos döntésre is valamelyik támogatásból. Jó? Köszönöm. Attil. Valóban az előző testület ülésem, ugye ott született egy határozati javaslat. A határozati javaslat a következő tartalmazó szó szerint, most kerestem meg az archívumból. Ugye ott a 9 millió forintra a határozati javaslat arról szólt, hogy a 2020 évi költségvetés terhére. Az ez. Ez a sportbizottságnak a költségvetésében, és az meg nem az. Ez az önkormányzat költségvetése. Nem tudom, valami komoly félreértés van ebben a dologban. Tehát azt gondolta valaki, hogy a 9 millió forintot majd a múlt hét alatt? Azt az önkormányzat költségvetéséből, nem a sportbizottság költségvetéséből. Nincs ilyen. Nincs. Még ennyit hagyd mondjak már el a tisztázás szempontjából. Tehát... Most jelen pillanatban, amikor behoztuk a szeptemberi rendeletmódosítást önök elé, addigra már tudjuk, hogy a sportba helyezendő 2% bizonyára emlékeznek önök, hogy van egy sportrendeletünk, hogy mivel indul Szarvasvárosi önkormányzatának a költségvetése. Belül a sport alap is mekkora alapot képezünk. Az a saját bevételünk, az adóbevételünknek is figyelembe veszi, csak hogy az adóbevételünkből elvittek a Covid miatt 45 millió gépjárműadót, több mint 15 millió forint idegenforgalmi adót,
és az iparüldési adomból 112 milliót. Tehát nem számoltuk újra a sportalapot, nem csökkentettük le. Ezért mondom most azt, hogy a költségvetés az önökével együtt van. Mert eddig is együtt volt, de nem csökkentettük le direkt azért, hogy a sport alapból bármilyen kérelem van, azért akkor lehessen. Tehát a különbségeket, azt mi lenyeltük a nagy költségvetésben. Köszönöm szépen. Ez így van. Ez így van. Teljesen. Ez teljesen tényleg. Nem csökkentettük le, hát akkor várjuk meg a polgármesterbe. Ezzel a dologgal, hogy más ígéretettel. Ez beszélni nem lehet. Ugye egy költségvetés, már elnézést. Az egybe van, igen, egy összeg. Egy összeg. A idei sportbizottság csak tavalyi költségvetési év alapján számolódik. Ugye? Volt egy előirányzata, az megmaradt. A jövő évi, az meg az ez év alapján számolódik, hogyha jól tudom. A kormányzati döntés az adóbevételt nem a jövő évből vette el. Bocsánat. Ebből az évből vette el. Ebből a költségvetési évben. És a nagy költségvetésből vette el, és a sport meg hozzá kapcsolódik. No. Ennyi. Nem tudjuk levenni. Nem tudjuk levenni, nem. Megfenek lett a költségvetés. Na, akkor nézzük meg, hol kezdhettünk meg. Nem tudom, hogy mi volt a csomópont, amiből nem, köszönöm szépen. Szóval egy-két alapvetést megint tisztáznunk kell ebbe a kérdésbe. Mégpedig azt kell tisztázni, hogy nem jó az eltaknyolt és elhúzott ügyek. Valami egyszer határidős, teljesítjük és teljesítjük oda, és hogyha van kérünk, akkor az előzőt rendezzük el belőle, de nem göngyöríteni. Nem értem ezt a 4-5 tételt. Én sem értem, mert a következőt beszéltük meg. Itt van egy előterjesztés, és most kiderült, hogy ezek szerint teljesen másról van szó a hivatal szerint, meg szerint. Kinek van külön pénz? De következő, ugye volt egy testületi döntés, polgármester úr, augusztusban, és megbeszéltük azt, a 9 millió forintról Kérem, nem napszerint rendszer, ezt felejtsük el. Ez nem ide tartozó kérdés, már döntés született benne. Ne nyissunk fel olyan témákat, amelyet vitatkozunk. Most ide tartozik, mert sajnos ide kell. Nem, el szeretném mondani, hogy hadd fejezem be a dolgaimat. Szóval szeretném kérni a sportbizottságot, hogy a város költségvetéséből személyes döntésükre és rábízott pénzekben úgy osztozkodjanak, úgy egyezkedjenek, hogy az átállható legyen és teljesíthető legyen. Ha valami nem teljesíthető, akkor azt tudjuk, hogy nem teljesíthető. Mert az élet produkál ilyet. Ezek az emberek azért sportolnak, mert szeretik, és fontos a város életében az egészséges életmód, és versenyeznek. Ha valamit nem bírnak, és nem kapták még időbe, tolerálnunk kell. Ők társadalmunkát végeznek, de számoljunk el. Ne göngyölítsük. Nagyon rossz gyakorlatnak tartom azt, hogy itt össze-vissza, ez még akkor volt, és úgy, meg azt nem csináltunk, mert csak ennyi, meg annyi. Szóval átlátható módon kell csinálni. Itt senkinek sincs pénze, önnek se, a városnak van pénze. Itt senki sem maga rendelkezik, hanem a képviselőtestület, a legfőbb fórum arra, hogy valamit adjon. Az osztozkodás, az bíztuk meg arra a bizottságot, és az, hogy csáfárkodjon úgy, hogy minden olyan kezdeményezést, amely a város érdekét szolgálja, az ott sportolók érdekét szolgálja, támogassák és palírozzák. Ez a feladatuk. Nem taknyolni és húzni az ügyeket, szóval most egy egyesetek gond van. Lássuk már szummán, mert én sem tudom. Mi a gond náluk? Mennyivel nem számoltak el? Bocsánat, ez most nem az a fotballklub, ez most a női kézilabdaklubnak a kérelme. Nekik, de hasonlóan ilyen. Hát nekik, igen, felénk van egy tartozása 2 éve. Jó, 2 éve, és miért van 2 éve? Következő költséget is miért nem rendeztük el? Kapnak pénzt, levonjuk belőle azt, amivel tartoznak. Szóval göngyölíteni, ez otthon is káoszt okoz emberek. Nem a városházán, ahol ilyen nem lehet. Szóval egy gazdasági év, kész jó napot, ami feküdt nyugodt, a többi vissza a költségvetésbe. Nem veszük el az alapjot a sporttól, hát erre mi számunk pénzt. Ez nem szívesség, hanem fontos közfeladat. De nem itt húzogatni meg, hogy azzal nem számoltál.
Volt olyan gondja, hogy nem tudta megtenni, mert nem támogatta a fősport, nem tudom, muftik, nem adták időben a TAO-t, vagy nem tudom, micsát. Szóval ők megtesznek mindent, azért ezt értékelni kell, hogy ez az egyesület működjön. Most akarjuk-e, vagy sem, hogy működjön? Ha akarjuk, akkor próbáljuk meg segíteni is. Úgy segítsük, hogy követeljük is meg a közpénz pontos felhasználását és elszámolását. Oké? Okay? Nem? Mondjad, Ramula. Egyet polgármester úr, hogy abban nem értünk egyet, vagy hogy mondjam, szóval nem. Miben? Az elnök úrral, hogy az előző 9 milliós döntés az a költségvetés terhére van biztosítva. És azt mondja az elnök, hogy nem a sport, de a sportkeret az a költségvetés része. Tehát ameddig volt nekik, megtakarítás, amiből kimehet a 9 millió is, de ez az utána jövő többlet támogatási kérelmek már mínuszba húzzák nekik a maradványokat. Ezt próbáltam elmondani az elnök úrnak, és ő erre azt mondta, hogy a 9 milliót az nem a sportkeretből volt megszavazva. Hát honnan? Bocsánat, ne nyissuk meg ezt a platformot, mert azt külön majd megbeszélik egymással. Egy a dolog lényege, hogy ha valamit a sportra folytunk, az a sportkeret. Ha megbőveljük 9 millió, akkor az a sportkeret. Ne beszéljünk már össze-vissza. Hát a városnak egy pénze van, nagy kassa, és abból különböző feladatokra szám pénzt. Most ha döntünk még 9 millió forintról, akkor meg a sportkeretbe, és megkapták, és kész, jó napot, nem? Vagy pedig azt mondjuk, hogy a sportkeretből költik el, és ha hiány lesz, akkor pedig jelentkezik a bizottság, hogy kevés az éves sport finanszírozására. De ezt nagyon racionálisan kell csinálni, és nem ilyen maszatolgatva, hogy ez így, meg az úgy. Nem kívánok erről napirendet nyitni, mert a múltkor jó kitárgyaltuk ezt a sportot, valakinek tetszik, valakinek nem tetszik. Egy dolog lényege, hogy nem tesszük tönkre, vagy ez nem jó kifejezés. Szóval megpróbáljuk elősegíteni a normális működésüket és a fejlődésüket. És nem zárjuk el dugóval a megmaradás útját. Ez történt a múltkor. Tessék? És bocsásson meg, de a vita van ebben a kérdésben az Egyesület és a Tudatosság között, a testület fog dönteni. És ha van kérés, akkor majd eldöntik a bölcsességükkel, hogy támogatunk-e egy kézlabdát, vagy nem tudom micsodát, mert szükség van rá, és a város értelme fontos-e, vagy sem. Ez testületi kompetencia, vita van. Ha nem, akkor pedig önök rendezik. Világos? Nem értem, mi a probléma? Alapvetéseket kell rendbetenni, hogy ki, hogy viselkedik, mire van hatásköre. A költségvetési keret felosztása a sportra vonatkozik, ez a bizottság kompetenciája. De nem ő finanszírozza a képviselőtestület. De önök hozzák meg a döntést. Én is aláírják a megállapodásokat is. De a feszültség van, az a testületre tartozik, és ha gond van. Ha többletpénz kell, vagy ha marad, az is minden. Az visszajön, és kész, jó napot. Kezdhetjük azt is, ami marad évvégén, kész, jó napot, következőben eltesszük. Tudni, költségvetési év van, ezt azért látni kell, ez nem olyan, hogy otthon maradt pénz, aztán majd arra teszem meg amarra. Itt évvége van, nem használtuk fel, akkor az pont vége. És majd következő évhez hozzátesszük, mint forrás. De évet be kell fejeznünk, nem lehetnek ilyen madzagon lógó tételek, mint most is van. Egy dolog lényege, mit kér most az Egyesület? Forintra, Bence. Hát most 1.650.000 forintról szólna ez a döntés. Nem a döntés, mit kért az Egyesület? Az 1 millió, összesen 5 millió forintot, és ugye arról volt szó, hogy 2 millió forintos tartozásokat betudnánk, akkor az 3 millió forint, de már van egy 1.350.000 forintról döntés, amit pont azért nem kaphatnak meg, mert tartoznak, de ha nem tartoznak, akkor ahhoz, hogy 3 milliót megkapjanak az 5-ből, még 1 millió 650 adjuk kell. Már oda, hogy vissza tudják adni, szóval számolj. Tetszenek érteni, hogy nem lehet, hogy tartoznak meg, azt csökkente meg. Ez így túl bonyolultá tesszük, ezt a hétköznapi jó, embernek akkor, is érteni kell. Akkor úgy mondom, hogy 3.650.000 forint kell, amiből jóváírjuk magunknak a 2 milliót, és nem, ténylegesen... Aztán levonjuk belőle, hogy tartozás is megkapták, és nulla a követelésünk. Szerződés teljesítve. Megadtuk a támogatást, és levonjuk belőle, hogy a tartozót végeztünk, és a nettót pedig odaadjuk. Világos? Ezek érthetők és átláthatók? Önnek mi a vélemény erről? Ezt döntöttük. Na, akkor mi a vita? Semmi. Akkor most tulajdonképpen mennyit adunk oda? Most mondd, mit mennyit adunk oda? Mit kell a pontok helyébe írni? Mert oda kell adnunk azt is, amit leírunk nekik. Így van? Hát azt azért jó, hogyha a bizottság maga közt meg a pénzéssel rendezik, mert ő ért hozzá, önnek is érteni kell hozzá, hogy ezt jól csinálják, de ne hozzanak be nekem ilyen vitát, hogy nem értik azt, amiben kettőnek kell megegyezni. A tisztánlátást. Kérem, bocsássanak meg, de ebben sarkos leszek. Világos.
Nem szeretném csorbítani, és nincs is csorbítva senkire. A képviselőtestület kompetenciája, mindenben mi döntünk felelősen. Mi felelünk 12-en a városért és a költségvetésért. Ezen belül vannak lehetőségek, amelyeket ők osztanak széjjel, és felnek érte, hogy az jó legyen, meg körültekintő legyen. Ez a konkrét sportbizottsági munka, egyébként nem ők fociznak, meg nem ők kézlabdáznak, világos? Hát ez a dolguk. Hogy elszámoltassák a finanszírozás meg lehetőséget számára. Hármas. Én a, van egy harmadik határozati javaslat. Nekem egyet mondják, az van megfogalmazva. Igen, na akkor ez a harmadik, igen, úgy dönt, hogy a női kézilabda klubot 5 millió forint összegű működési célú kiegészítő támogatásból részesíti, melyből 2 millió forint az egyesület önkormányzat felé fennálló tartozása rendezése céljából kerül beszámításra. Ezt bele. 1 millió 350 ezer forint az ISB július 7-i határozata szerint kerül kifizetésre, 1 millió 650 ezer pedig visszatérítendő támogatás, amelyet 2021. december 31-ig köteles visszatéríteni. Átlátható, érthető? Így értitek? Töröljük a tartozásukat, kapnak pénzt, és valamit kölcsön kaptak. Hát miről döntöttetek akkor ezek? Akkor testek már meggondolják, hogy mit javasolnak, mert azért szeretném, hogyha szót értenénk és egyformán értenénk dolgokat, mert ezért nem jó ez a munkamódszer, ami van itt, hogy taknyoljuk meg, beszámítjuk meg, kivonjuk meg, betesszük, hanem ha kell egyszer 5 millió forintot, odaadjuk az 5 millió forintot, levonjuk bele, amivel tartoztak, és akkor a szerződés el van tépve. Oké? Világos, mit mondok? A differenciát meg odaadjuk. De valójában a költségvetésnek 5 millió forint kiadása van. Igaz? Na hát akkor otthon is így csináljuk. Visszatérítendő. Hát 1 millió 650 ezer forint visszatérítendő, amit jövő év december valamint. Igen. És akkor rendben van a kézilabda sport finanszírozása. Oké? Okay? Kinek van ellenvéleménye, ki nem érti pontosan? A hármas számú az egy jó döntés. De azt sem tehetjük, hogy taknyoljuk ezt az ügyet 2-3 hónapig, hogy majd cumisztatjuk őket, hogy van meg pénz, vagy nincs meg, elszámoljuk, vagy nem számoljuk el, meg anyámtjuk. Ebbe dönteni kell. Nem? Persze. Hát nem egerek ők, hogy hajkurásszuk őket. Futkosnak ők a pályán. Most van szükség erre. Ők vállalták és kérték ezt, nem? Visszatérítendő támogatásként kérték? Ők ezt nem visszatérítendő támogatásként kérték. És megbeszélték, hogy akkor ez nem működik így? Megbeszélték velük, hogy ez nem működik így? Na akkor hogy van a döntésnek az előkészítése? Én azt mondom, hogy hölgyek urak, ezt tudja a testület biztosítani, vissza kell fizetni. Mennyit? 1 millió 650. Hát az előző kettőt a vívá tartozik. Azt leírjuk, mert a teljes egészet lefinanszírozunk, azt odaadtuk véglegesen számukra, amit tudnik, akkor el lehetetlenül az egyesület működése, így van? Mindenki érti? Egy kicsit el kell mérni a testületülés anyagában. Bence, te kívülálló vagy, hogy van ez így? Jó? Jól beszélnek? Hát, most már ebben nem tudok én se eligazodni, őszintén szólva. Hát azért gyerekek, mégiscsak furcsa, hogy van bizottságunk is, meg foglalkoztok vele, és a végén nem tudok itt konkrét döntést hozni. A beszámít, nem ténylegesen 1 millió 650-et a megítéltem felül. Kész. Én rájtom, hogy az egész katyvasz, ezt kértem, hogy a bizottság rendezze. Az előző? Az előteresztés? Ez a hármas, ez használható előteresztés, de az egész különben katyvasz. Alá se ért a ramula se. Emberiség. Na jó, akkor ezt most egy picit pihentetjük ezt ügyet, el fogjuk dönteni, de én gondolom, hogy... Nem tudom kiolvasni, hogy ez ne lenne visszatérítendő. Hogy ez egy végleges mintafocinálisat. Nincs. Bocsánat, ide van írva, hogy 1 millió 650 ezer pedig visszatérítendő támogatás. Maga a határozatban, igen, én a kérelemről beszélek, hogy nem érthette félre Bence ezek szerint.
Én is folyamatosan visszatérítendő támogatásról tudok, tehát én nem láttam ebben a kérelemben azt, hogy ezt örökre ad oda. Gyakorlatilag megkapja az ezmény támogatását a működéshez, és kér még hozzá visszatérítendőt, és a többit meg letudtuk. De én nem tudom, mit kértek, kérem, ezt a bizottságról is elrendezzék már, hagyd ne menjek bele. Azt, hogy mit írtak össze, az már nem érdekel, én gyakorlatilag alásra akartam az előterjesztést. Vagyvasznak tartottam. Na jó, tihentetjük azért a 11-es számú bejelentésű fölfüggesztem a napirend tárgyalását. Kérem, ilyenek össze majd szünetbe is, ezt nekem rendezzék el, hogy akkor most ki mit kért. Hívják fel az egyesületet és tisztázza. Bence, már is menjél, jó? Nem, még ezt először elmondja. Tessék? Nem mondja a 11-es, ezt nem egyes. Hadd halljam már, mit mond Bence? Én vagyok a következőnek is az előterjesztője. Nem érdekes, az majd a szerintézzük a nélkül. Jó. Akkor maradjál. Tényleg kajakkenú. Na, akkor nézzük a kajakkenút. Polgármester, tisztelt képviselőtestület, a női kézilabda klubhoz hasonlóan a kajakkenú klub is támogatási igényen jelentkezett az önkormányzatnál. Két élsportolói, Kopowski Márk és Nyerges Áron részére vásárolnának új versenyhajókat és evezőket. Ehhez végül is itt pár nap leforgás alatt három különböző összeggel, meg mindegy három különböző kérelem érkezett. A legutolsó az, hogy 2.800.000 forintot kérnek, ez a végső verzió. Mi ebből a megalapozott, mi a szakma véleménye és a bizottság véleménye? Az ifjúság és sportbizottság javasolja. Mit? Hogy megkapja a kajakkenő egyesület a 2.800.000 forintot. Igen? Nincs semmi gond? Mondjatok véleményt? Támogatom. Jó. Meg fogom kérdezni hivatalosan is, tehát forgatókönyv szerint csak szeretném tudni, hogy most akkor megint lábkurlávitát ittunk, vagy pedig tudunk dönteni is. Jó, akkor kezdjük el a tárgyalását. Te elmondtad, hogy mit kérnek, ugye, Bence? Igen? Most megkérdezik a gazdaságbizottság, mit mondott? Mi ugyanúgy, mint az előzőnél, ezt nem tudtuk tárgyalni, hiszen időrendben rosszul van, mert nekik vagy később van a bizottsági ülésük, és úgy döntöttünk, hogy majd a testületi ülésen döntünk benne. Érthető. Én szeretném, hogyha vagy közösen, együttesen tárgyalnak meg az ilyen témákat, mert az nem jó, hogy a testületülés napján próbálunk ebbe hozni döntést, mert ez egy ad abszurdum. Szóval, hogy ütemezzük, vagy a hét elejére, vagy hétvégére, tök mindegy, de ez így nem jó. Az utolsó bizottsági ülés az akkor, amikor a testület már össze szeretne ülni. És akkor a többiek nem tudnak hozzá alkalmazkodni, támogatni sem, mert ugye szóval nem a többi bizottságtól kell kiindulni egy sportügyben, hanem a sportbizottságtól kell kiindulni a többi bizottság fele egy javaslatnak. Így igaz? Mert ő a szakmai bizottság. Úgyhogy látom ezt a feszültséget. Nagyon nyugos lettem, mikor azt hallottam, hogy csütörtökön ül össze a bizottság, de hát ezzel nem értem el semmit, csak magam hergeltem. Akkor mi legyen? Itt döntésképesek vagyunk? Hadd mondjam már a szakbizottság vezetője, mert hallgatom. Tehát ennek a problémának ugye évek óta csütörtökön reggel ül össze a sportbizottság. Annyi, hogy azt mondom, hogy módosítunk az, hogy évek rajta. Óta, nem évek óta ez az annyi, az hogy majd módosítunk rajta, és változtatunk a meneten, és majd hamarabb fog összejönni azért, hogy majd a gazdasági bizottság, miután mi szakmai javaslatot tettünk arra, ezt értékelni tudja készpont ennyi. Nem csak a gazdasági bizottság, a többi bizottság is. Tehát meg kell, hogy előzze tudnék, hogyha én azt kérem önöktől, hogy ezt szíveskedjék megtárgyalni előre. Rendben, akkor annyi, hogy majd módosítjuk, meg fogjuk beszélni, hogy melyik nap az, amelyik jó, és módosulni fog annak a bizottságnak a ülésnek. Mi örülök, hogy megértették ezt a kérést, mert ugye ez így nincsen jól, és ez még nincs kőbe vésve, hogy mikor szokott ülni, és a bizottság engem tök nem érdekel, ez az elnökök problémája, de az, hogy ez segítse a döntés szakmai előkészítését, annak pedig az a sorrendje, hogy a szakmai bizottság tudja, mit akar, és mit szeretne, és milyen érdeket akar érvényesíteni, a többieknek ezt elmagyarázni, a többiek pedig támogatják. Ez rém egyszerű, nem? Szóval itt meg kell hozni, ahogy az előterjesztés sem úgy jön be ide, hogy majd önök mondanak valamit, én meg majd ott van, kóbiszolok utána, majd utolsó napon a francot. Mi kigondoljuk, odaadjuk és tessék, véleményezzék. De megvan a személyes kontrollom, hát mindegyiket aláírom. Nem utolsó példára hagyom a dolgot. Ezt itt ebben változtatni kell. Na ez a ügyrendi része volt a dolgunk, tehát a szakmai része, hogy ez mehet, azt mondják? Igen, jó. Tehát akkor azt mondják önök, hogy itt az új kenú beszerzését, mert ugye volt itt, hogy ő kapja, meg nem ő kapja, ezeket le kellett vetközni. Le kellett vetközni, itt az egyesület szerezhet, mi nem támogathatunk szemét,
mint ahogy a múltkor például a felkészülést sem a személy kapta, effektíve ő használta föl, de az egyesület számot elszámoltak már a egyesület, mert lejár a támogatásuk szeptember 30-at. Nem, szeptember 30-a határit. Itt van a fóvége. Ugye nem utolsó napra akarjuk hagyni a pénzügyi elszámolást. Hány millió forintról van szó? 2-3? Tessék? Nem mostam az előző. Szóval 5 millió forint szeretném látni, mert az bizodalmat adott volna ebben a mostani döntéshez is, hogy el tudnak pontosan számolni. Tudnék azért nekem kell a biztosíték. Mert személyesen felek azért, hogy minden rendben van-e. És ha valaki nem számol el, akkor tudják, gondom van. Én írtam az elnök úrnak, áthágva a bizottságot, a pénzügybizottságot és a gazdaságbizottságot, hogy számoljanak el, mert most már itt a szezon vége, és itt van szeptember 30. Így van, Ramola? Nem én írtam, hanem ön írta alá, ugye? Igen, mert öreget utasztottam erre. Jó, mindesetre most ezt felejtsük, és megyünk tárgyszerűek. Tehát azt mondja a bizottság elnöke is, hogy támogassuk az előterjesztés szerint a kajakenu sportot. 2 millió 800 ezer forint, ez mondom azért, mert hogy zsinórba egymás után három kérelem érkezett be, már nem kétszer. Na mindegy, szóval 2 millió 8 a vége, az a legvégső. Nem kívánok többet információ, elveszik a lényeg. 2 millió 800 ezer forint van benne. Szűcs, mely aláírta. Aztán van 2 millió 500-ról is. Igen, az napi dátummal, tehát azért volt benne ilyen kavar. Akkor a határozati javaslatot, akkor ha megengedik, csak elmondanám, hogy testület úgy dönt, hogy 2 millió 800 ezer forint támogatásba részesíti Kajakenu vízisportba részét, Nyerges Áron és Opavszki Márk igazolt versenyzők részére versenyhőjük beszerzése céljából támogatáson megállapodást kell kötni, forrás az önkormányzat 2020 évi költségvetésében kerülnek a támogatásra. És az elnök úr elszámol vele, mint az egyesület elnöke. Igen, képviselő Szűcs Mihály elnök úr. Jó így? Jó, akkor ezt már elolvastuk. Csak idézem még egyszer, hogy 2 millió 800, ez módosító indítvány, itt nem 2 millió 500, 2 millió 800-ról szavaznom kell, mert a szabály ezt írja elő. Tehát 2 millió 800 ezer forint. Köszönöm, egyhangú döntés volt, és akkor elfogadjuk az egyes számú határozati javaslatot, hogy benne a 2 millió 800 ezer forint a 2020 évi költségvetésből biztosítjuk. Ramola, rendjén van így? Igen. Jó, akkor szavazhatunk róla. Köszönöm, egyhangú volt? Egyhangú. Kérem Szűcs Mihály elnök urat is, hogy fontolja meg egy napon kétfajta egyszer megküldjön levelet, és az meg, hogyha lehet, akkor tüntessék el, mint engem, hogy mindenféle papír megzavarja a képviselőket, meg engem is. Nem tudtam már komolyan venni lassan az egész ügyet. El van döntve a 11-es. Megyünk tovább, 12-es. Hazavár. Ági. Tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtestület! Szarvas Hazavár pályázatunkban Szentes út 11 szám alatt alakítottunk ki 18 bérlakást, melyből egy most megüresedik a hónap végén. Laluska Balázsné bejelentette, hogy kiköltözik a lakásból, ezért az megüresedik. Pályázatot kell hirdetnünk, mert a lakásokat folyamatosan bérbe kell adnunk a pályázat. Köszönöm ezt mindenki, érti gazdaságbizottság, mit mondott? Köszönöm, a döntéstervet szövege. Igen, testület úgy dönt, hogy a Szarvas Hazavár pályázat keretében a Szentesi út 11 szám alatti B/2 számú lakás szeptember 25-től október 26-ig nyilvános pályázatot ilyen bérbeadás céljából meghirdeti. Amennyiben nem érkezik pályázat, ugye egy hónappal meghosszabbodik a határidő. Mit akartál mondani, fontosat? Semmit, ugye, köszönöm. 25-től október 26-ig lesz ki. Igen, csak kérem, ne jelentessünk az újságban teljes eredelemben, hanem azt, hogy van ilyen lehetőség, mert ne foglaljuk az újságot egy ilyen személyre szóló, egy személynek szóló, pályáznak szóló felhívással, mert ez így terjedelmi korlátokat is drága is. Adják meg a maguk címét, hogy hol érdeklődhetnek, vagy írják ki az e-mailt, a internet lehetőséget, hogy tanulmányozzák. Kedves szarvasok, lehet pályázni lakásra, Szarvas Hazavár program keretében. Szavazhatunk arra, hogy írjuk a pályázat, ugye? A gazdaságbizottság támogatta, ugye? Köszönöm, egyhangú volt. Kértek egy pár perc szünetet? Igen, jó. És akkor megkérem az elnök urat, az ifjúsági és sportbizottság elnökét, hogy ezt a fésüljék már össze ezt a döntést, mert most ebből kár volna itten nyilvánosan szívódnunk. Önök dolgozzanak ki, meg elszívok egy cigaret. Nem kellek hozzá. Egy dologba állapodjunk meg, sögzítsük. Ha a képviselőtestület kiemelt témaként valamilyen tevékenység támogatásáról dönt, az ő kompetenciája. Másik nagyon fontos kérdés, hogy ennek a fedezetéről gondoskodnia kell.
Oké. A múltkor döntöttünk a sportalap terhére 9 millió forinttal, amely annyit jelent, hogy amennyiben a bizottságnak finanszírozási problémái lesznek, jelentkezik a költségvetésnél, és akkor azt biztosítjuk keretként. Tudni, a városnak van pénz, azért mégiscsak hangsúlyoznom kell, viszont nagyon fontos feladat ennek a konszenzusos szétosztása, amelyet Kis Attila képviselő bizottsága végez. És lehet, hogy úgy csinálják, hogy ez tisztázott legyen. Tehát alapvetés még egyszer, hogy mi amit döntöttünk, az kötelezettség a város részéről, aztán, hogy hogy oldjuk meg, azt jól rendezni, de alapvetés az, hogy a költségvetés állja végső soron, mert mindent a költségvetés áll. Kettes számú téma. Szeretném most már megkérdezni azt, hogy mi a pénzügyi nehézség volumene a röplabdánál? Mondod. Igen, most Érci úr mondja, és majd akinek egyetért, az majd igazolja, jó? Tehát összesen 5 millió forint összegű támogatásban részesíti, ebből nettóban kerül kifizetésre 3 millió forint vissza nem térítendő támogatás, amelynek része egyébként az az 1 millió 350 ezer forint, amit a Sportbizottság a 37-es határozatával július 6-án javasolt. Tehát az is beleszámít ebbe a 3 millió forintba. Igen, és kérjük, hogy a... Igen. És majd kérjük azt, hogy a nettó finanszírozás mennyi lesz akkor? 3 millió forint a nettó finanszírozás. Nettó a 3, és a bruttó pedig? 5. És akkor azt kérjük, hogy az 5-tel számoljon el, mert a eddig folyosott és visszafizetés el kell számolnia, és a további támogatásra szintén tételesen el kell számolnia. El kell számolnia, persze, a visszatérítendő támogatásra. Elszámolást hajtsák végre minden utasításom nélkül, mert ez is a kompetenciában tartunk, csak nem csak osztunk, hanem elnőzzünk is, és a város közpénzére pedig együtt ügyelünk. Tehát akkor még egyszer a képlet mindenki számára érthető. 5 millió mennyi, még egyszer? 5 millió forint a teljes támogatás összeg, ebből 2 millió forint a... Már korábban finanszírozott. Korábban, igen. Azt levonjuk, és... Levonjuk, 3 millió a nettó kifizetés. Törjük az adósságát. Törjük az adósságát. De el kell majd számolni vele. És 3 millió forint a nettó kifizetés, ez viszont az teljes összeg vissza nem térítendő támogatás, ami egyébként magába foglalja, a Sportbizottságunk által július 7-én, vagy 6-án már egyszer döntött róla, hogy 1.350-ben szeretné támogatni, az most ebben is benne van. Igen. Így van. És az egyesületnek el kell számolni az 5 millió forinttal tételesen. Így van, okay. Abból 2 millió az, ami visszaad. De el kell számolni az, mire költötték. Azzal is, igen. Mert ugye döntötti, 5 millió, 5-tel kell elszámolni. Persze. Jó, akkor most már, hogy van-e kérdés vagy vélemény? Nincs. Akkor ugye előveszem újfent a 10-es számú előterjesztést, amelynek a lényege ugye az, hogy 5 millió forint támogatásban részesítjük, amivel levonunk egy, még eddig el nem számolt, de már finanszírozott 2 millió forintot, így most vissza nem térítendő támogatásként 3 millió forintot az egyesület, amelynek eredménye kapcsán a megállapodást megköthetjük, és 5 millió el kell számolni a tisztelt egyesületnek a bizottság felé, amit majd szeretnék látni december 30-ig, ugye? De 21 december 31. Mi az? Akkor módosítjuk nyilván. Akkor... Nem, de miről van szó? A támogatásnak volt a határideje. Jó, a visszanemtérítendőnek milyen határidőt adjunk, Bence, azt mondja. Az összes az 5 millióra december 30. Akkor idén december jó, 30. Rendben. Emberek, hát költségvetésre zárunk, én racionálisan gondolkodom. Tehát jó, 5 milliót fogunk adni, miután kiadtunk 2 milliót, azt nem kapja kezbe, de 5 milliót kapott, és 3 milliót pedig kifizetünk, és elszámol az egész 5 millióval december. Ezért december 30. Így van. Konszenzus nem a kérdésben? Köszönöm szépen. Legközelebb így kérem előtereszteni majd. Akkor szavazzunk róla az elhangzottak szerint. Köszönöm. Egyhangú vélemény és egyhangú döntés született. Elnök úr, ön pedig tegye a dolgát az elszámolást illetően. Köszönöm. Akkor most visszamegyünk a tizen. Visszamegyünk. Tudod követni, kedves jegyzőkönyvvezető? Helyes. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! Az Alföldvíz ZRT szeptember 25-én tartja éves rendes közgyűlését 19 évesre vonatkozóan. Az előterjesztés mellékletét képező meghívóban foglalt napirendi pontokkal. A közgyűlés napirendjei a 2019. évi beszámolóhoz kapcsolódnak.
Itt a legfőbb számokat kiemelném. A társaság adózott eredménye mínusz 2 milliárd 694 millió 472 ezer forint. A jegyzettőkéje 3 milliárd 814 ezer 724 ezer forint. És a saját tőkéje 1 milliárd 713 ezer 350 ezer forint. Az előterjesztéshez mellékelte az igazgatóság elnöke a felügyelőbizottság jelentését is, és a könyvvizsgálónak is a véleményét. Ezért azt gondolom, hogy a meghatalmazott képviselőnek egy igen szavazat leadását javasolhatjuk a napirendek kapcsán, mert nyilván ez a helyes és törvényes útja egy beszámoló elfogadásának. Itt említettem a számokat, ehhez kapcsolódik az ötös napirendi pont a közgyűlésem, amely tájékoztatása a ZRT jelenlegi gazdasági helyzetéről és tőkeszerkezete helyreállításának szükségességéről. Ez tartalmazza a társaság alaptőkéjének 2 milliárd 563 millió 874 ezer 400 forint összeggel történő leszállítását, a társaság saját részvényeinek bevonását és valamennyi további törzsrészvény névértékének 9400 forinttal történő csökkentését, a veszteség rendezés érdekében és az alapszabály erre vonatkozó módosítását. Az előterjesztésben foglaltak szerint a társaság saját tőkéje a jegyzettőkéhez viszonyított arányának aránya 44,9%-ra csökkent, amely a ZRT alapszabályában és a PTK-ban foglalt mérték alá került. Ez a tulajdonosok részéről intézkedést tesz szükségessé. Figyelembe véve a tulajdonosok korábbi hozzáállását és intézkedéseit, a társaság tőkeszerkezeti egyensúlyának helyreállításához én azt gondolom, hogy szükséges a határozati javaslat elfogadása. Ez Szarvasváros vonatkozásában azt fogja jelenteni, hogy jelenleg 6049 darab részvényünk van az Alföldvíz ZRT-ben, amelynek a névértéke jelenleg 14 ezer forint per darab, és ez akkor 4600 forintra fog csökkenni. Az utolsó napirendi pont a közgyűlésen a szokásos egyebek, amihez nem érkezett határozati javaslat, ott javaslunk tartózkodást, egyébként pedig az előterjesztések elfogadását. Köszönöm. Köszönöm szépen az előterjesztést. Bizottságunk közgazdasági bizottság tárgyalta. Hallgatjuk. Igen, és végig minden határozati javaslatban egy hangulag támogatja. Köszönöm szépen. Az a kérdésem, hogy kötelességünk nekünk elmenni? Nem. Önkormányzatunk 2,17%-os tulajdonos, a határozatképesség nyilvánvalóan nélkülünk is meg. Jó, szóval véleményünk van róla, támogatjuk a felelősség. Hogy? Egyáltalán tulajdonosát tudja dönteni az egész. Igen. Tehát nem úgy döntő a szavazatunk, de hogy a tisztesség mellett most fel fogom mondani a sorszámokat, a bizottságok támogatták, tehát szavazunk róla, de nem biztos, hogy erre időt töltünk erre a dologra. Nagyon fontos dologról van szó, de ezt nem mi fogjuk megoldani a 2% tulajdoni hányadunkkal? 2,11-jel. Szóval az igazság, hogy mindenki értse, csak azért szeretném elmesélni. Van egy vízműközmű vagyonunk, ugye? Ez a saját városi vagyonunk, el nem adható. Itt van arra, hogy rá akarok csatlakozni, akkor fizetnie kell. Másik pedig van egy működtetőnk, az pedig egy cég, ahol viszont nekünk tőkénk van benne, amit ugye jó időben kivontunk, és meg tudtuk belőle venni a vízházat, 60 millió, mi Tóth Sanyi? 84 millió 700 ezer forint volt az részvények értéke, amit vásárhelynek adtunk el. 84 millió, igen, és vettünk utána készpénzért ingatlan, és most jelenleg mennyi pénzünk van náluk bent, papírforma szerint? Hát... 6049 x 14 ezer. Azt nem mondjuk. Ez a névértéke. A 6000 az annyit jelenti, hogy 6 millió forint. Igen. Ez a 6 millió forint már nem ér semmit sem. Ugye? Igen, tehát nem ér semmit sem. Magyarul elkopott a 6 millió. Mi jó, csak 6 és nem 84, meg 90 millió volt durván bent. Ennek a cégnek működnie kell, ez aggasztó, de ez nem a mi problémánk, és a nagy tulajdonosoké a gond, úgyhogy ezt meghagyjuk, hogy ők döntsék el, és ők hozzák rendbe. Nekünk erről korábban is megvolt a véleményünk, ez rengeteg vitát váltott ki, és a mi megoldásunk az volt, hogy ebből a dologból kiszálljuk és kiveszünk a pénzüket, meg ki az a hülye, aki veszteséges cégbe tőkét tart bent. És fizetjük a számláinkat, és fizetjük a munkájukat,
a többi meg az ő dolguk. Úgyhogy csak azt szeretném mondani, hogy nagy jelentőség a döntésünknek nincs, ezért nem flegmasság volt, de végigmegyünk rajta, és nem is biztos, hogy elmegyünk. Jó? Akkor kezdjük el gyorsan. Mit mondta a gazdasági bizottság? Igen, ne támogattátok, jó? És akkor nézzük meg, hol vannak a döntések? Segítsen itt már címletes. A menet között. Egyes az, hogy meghatalmazzák ön, alpolgármestert és engem arra, hogy ha akarunk, döntsünk. Egy hang, ugye? Köszönöm. Igen. Kettes. Fogadjuk el a mérleget. Elfogadjuk. Leelnőztek egy hangú. Kettő. A felügyelőbizottságnak a mérleggel kapcsolatos jelentés. Elfogadjuk azt is. Leírták. Hármas. A könyvvizsgáló jelentését a mérleggel. Azt is elfogadjuk. Ők felelnek értek. Köszönjük. Egy hangú. Üzleti jelentés, adózott eredmény felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása. Azt, hogy rahelyi veszteség van, mert elfogadjuk, mert ők mondták. Köszönjük egy hangon. Törzstőke leszállítás 2 milliárd 563 millió forint összeg. Akár teszik, akár nem, de kényszerűség, mert a számvitel és a piaci szabály is, hogy el kell fogadni. Egy hangon. Igen, hatod, a következő. Egyebek, ott tartózkodni kellene, mert Ott tartozkodunk, mert hogyha nincs, nem tudjuk mi az egyebek, akkor nem szavazhatjuk meg, úgyhogy nem tudjuk támogatni. Ja. Mi is tartozkodunk. Akkor ezzel végeztünk, következik a 14-es. Tisztelt képviselőtestület! A Tükör utca felújítására a Comép Kft.-vel kötöttünk szerződést 41 millió 353 forintos vállalási áron. Most kiegészítjük 45 millió 451 ezer 164 forintra, ugye ez igen. A lényeg? Jó, ma átadtuk, nyilvánvalóan ezt a kis pénzt is még sikerült visszahoznunk, hogy ezt a... és megvan hozzá az engedünk a belügyminiszter úrtól. Mit mond a bizottságunk? Gazdasági bizottság. Támogatta egy hangulag. Köszönöm, el is költöttük, ügyrendi bizottság. Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése? A döntés lényege az, hogy módosítjuk a szerződést, módosítjuk 45.450.164 forintra, amelyet a bizottságok támogattak. Kérem, hogy azért szavazzunk és erősítsük meg. Köszönöm, egyhangú döntés született. Hozzák a szerződést és aláírom. 15-ös. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! Nincs elég pénzünk, elhozhatunk jövőre a jelentős munkákat a Szabadság utcán, és ezért a szerződést módosítjuk, ugye? Ez a dolog. Igen, és a 21-35-re vonatkozó gördülő fejlesztési tervet elfogadjuk. Igen, és elfogadjuk a tervet, amit majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle, mert tervnek lennie kell. Ez azért jó, hogyha van a tervben pénz, mert lehet, hogy állami támogatást kapnak hozzá, és akkor meg tudjuk bele csinálni, tehát van szakmai jelentősége. Mit mond a gazdasági bizottság? Egyhangulag támogatta. Kinek a kérdése hozzáfűzni valója? Két határozati javaslat van. Az első az, hogy a 2021-35 évre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet elfogadja a képviselőtestületünk. Akkor gördüljünk ezzel a tervvel, hát ha kapunk még pénzt is, ez nem sikerült, de majd meglátjuk, egyhangú döntés született. A második pedig arról, hogy a Szabadság úti ivóvízvezeték rekonstrukció határidejét 21. június 30-ra módosítjuk. Jövő év 6. 30-ra, mi is tartozunk nekik, de mondtuk, hogy úgy adtuk a munkát, egyhangú döntés született, hogy úgy adtuk a munkát, hogy mindig a rekonstrukciós alapból, tehát amortizációs alapból finanszírozzuk. Megkötöttük a szerződést, de közben még egy-két helyre el kellett költeni, úgyhogy tartunk nekik, de csak a amortizációsból fizetjük. Ez benne van a szerződésben, tehát semmi izgalom nincsen. Mi gyakorlatilag tartunk nekik az összeggel, és ők pedig tartoznak a munkával. Rém egyszerű. Nincs semmi felőtlen kötelezettségvállalásunk ebben az ügyben. Megszavaztuk mind a kettőt, hogy megköszönöm. Csak hogy mindenki értse a dolgot, hogy egyszerű ügyről van szó, formális döntések, közművelés. Polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, ugye szó volt itt már a rendeletmódosítás kapcsán a közművelési törvényről, ugye ez közművelési alapszolgáltatásokat határoz meg. Tudni kell, hogy a város úgy látja el a közművelési közfeladatait, hogy van egy Kft.-je, és közművelési megállapodás keretében szabályozza, hogy a Kft.-jén keresztül hogyan látja el ezeket a feladatokat. Magyarul megrendelézünk, maradjunk a hétköznapi szavaknál, megrendeljük és fizetjük. Egyébként a Kft. Most a rendeletmódosítástól függetlenül már évek óta a közművelési törvény szolgáltatásai szerint készíti el az üzleti tervét, tehát most az történt, hogy a korábban meglévő közművelési megállapodásunkat szintén a közművelési alapszolgáltatásokba besoroltuk az üzleti tervben szereplő tevékenységeket a megfelelő helyre, és így készítettünk elő egy immár a helyi rendeletnek, illetve az országos jogszabálynak is megfelelő közművelési megállapodást. Rendben van. Miután benne nincsen pénz, de elejegyzést kértem rá, ez annyit jelent, hogy a költségvetés Anna Mari ennek a megállapodásnak a tárgyszerű és pénzszerű
dolgát a 2021 évi költségvetésbe beépíti. Tehát itt a pénzügyi eljegyzést azért kértem, hogy amit Ramla odaírt egy ilyen firkoncát, aztán odaütöttem rá azt a végzőtű pénzügyi eljegyzést is. Ma nem kíván ez külön pénzösszeget, de tudni kell azt, hogy minden év fizetünk, és ezt akartam ezzel a stemplivel érezni. Remélem mindenki értette, hogy van közülési feladatunk, van egy cégünk, megrendeljük és csinálja. Amit meg nem csinált meg, az el kell számolni. Tehát ha megcsinált, azzal is el kell számolni, mert cégről van szó, és amit nem csinált meg ebbe az évben, akkor meg le kell vonni belőle. Mint az évből. Jó, ha tetszik tudni. Nehogy véletlen rajta üljön, és úgy így, mint a tojás, hogy most már ki kell, meg a szaporodik, nem. Azt úgy elveszik, mint a pinty. Nem szaporodik. Szaporodni nem fog. Csak a pályázattal. Hogy? Hát nem engedtem, hogy megkapják, mikor nem dolgoztak, megért, akkor miért adtam volna ki. De nem okozott likvid gondot. Tessék, minden rendben van. Bandi. Mi tudunk együtt dolgozni, úgyhogy hosszú évek óta. Nem mindenről egyezik a véleményünk, de ugye azért mindent megoldunk. Megyünk erre a Tóth Színház sajtótájékoztatóra? Menjek én is. Akkor te mész a TDM-hez. Jó? Lesz ilyen videokonferencia itt Szarvason, akkor megyünk ketten a Nemzeti Színházba. Ott lesz mindenféle államtitkár, meg másik államtitkár, meg Vinyánszki, meg a többi, és jó, hogyha politizozzuk a várostot, jó? Akkor te maradsz itthon, én meg megyek a Csaszombatjába, jó? Megtiszteljük őket. Nemzetiségi Színház Fesztivál lesz a Nemzeti Színházba, és illik ott tennünk, mert nekünk ilyen is van. Jó? Jó. Mit mondott az Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság? Turisztikai Bizottság? Erzsikém, a 16-os. 16-os, Erzsikém. Mondom. Jó. 5 igennel el lett fogadva. Köszönöm szépen. Mások nem tárgyalták? Köszönöm, akkor halljuk az önhangját is. Elfogadásra javasoljuk mi. Köszönöm, Zsuzsa asszony. Költöne csak asszony, kitárgyalta még. Jó, akkor ez a kettő bizottság. Hölgyek, urak, van-e valakinek kérdése? Ez egy keret megállapodás, és ez minden évben a konkrét feladatok jelentik a megrendelésünket, ami ez a pénzt kell biztosítani. Olvassa föl, kérem a tervet. Testületünk úgy dönt, hogy a közművelődési közfeladat ellátása céljából közművelődési megállapodást köt a Cernidos Teatrum Non-Profit Kft-vel, felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt annak aláírására. Akkor szavazzunk róla. Köszönöm, egyhangú. Ugye Bandi, semmi gond nincsen. Az igazság, hogy ők ezt, amit mi biztosítunk hozzá pénzforrást egyében, még mindig pályázókkal megtámasztják, és valamit nem kell kifizetnünk, vagy éppen eszközöket vásárolunk, és nem jön hozzánk, hogy a saját cégünket eszközbe fejlesszük. Úgyhogy szeretném elmondani, hogy ez teljes összjáték a város érdekében, a közérdeket szolgálja és a városi polgárok érdekét, mert rengeteg pénzt szoktunk szerezni. Így van, Csasztan Bandi? Hál' Istennek van a támogatóink is. Köszönöm a együtt munkálkodást, és a jövő tervet majd az elnök asszonnyal megpróbáltuk szakmailag is összeállítani, hogy ha van különleges kérésünk, azt megfogalmazunk. Mert vannak, ami mozinak mennie kell, aztán a helyiséget bérbe adják, a színháznak mennie kell, a Tóth Színháznak mennie kell, a programok megvannak, hogy március 15 meg stb. De hogyha valami közbe adódik, a civileket, meg az öreget, meg a fiatalokat kell még majd pontírozni, tudnék a közlési törvény módosítása erre feladatokat ad még számunkra. Köszönöm. András, mennyi a krónika? 17-es. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! A képviselőtestület tavaly júliusban döntött akként, hogy a Szarvasi Krónika Alapítvány alapítói jogait átveszi, és így önállóan gyakorolja. Így a létesítő okirat módosítása és a vezető tisztségviselők megválasztása is a képviselőtestület hatásköre lett. Az előterjesztéshez mellékeltük a kuratórium által elkészített alapító okirat módosítást, amely tartalmazza az korábbi téves bejegyzéseket, illetve az alapítvány székhelye önkormányzatunk székhelye lesz a továbbiakban. Átvezettük az alapítói jogok gyakorlóját, továbbá Kiszei Mihály halálával a megüresedett kuratóriumi, egyik kuratóriumi hely betöltésére javasoljuk Bakiné Tóth Erika megválasztását. Köszönöm. Tessék. Igen. Ezek mind kulturális döntések, de egymásra jöttek, majd egy pár szót szeretnék mondani. Mit mondott a bizottságunk? Ügyrendi? Köszönöm. Molnár asszony? Egyhangulag támogattuk. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy mindenki érzékelte-e. Van egy alapítványunk, aminek mi vagyunk a tulajdonosai, Szarvasváros
lakossága, annak képviseletében a képviselőtestület, és ez pedig a krónikáját kell, hogy írja folyamatosan a város életében. Ezt a feladatát nem így teljesítette, nagyon jól dolgoztak, és sok értékes munka született, de maga a szó nem érvényesült, és nem hatályosult, ugyanis nincs benne szó a közoktatás átalakításáról, az egyházak ügyeiről, nincsen szó az egyház iskolákról, nincs szó mondjuk a vasipari, mint tevékenység, megszűnésére és különböző átalakulásról, nincs szó a rendszerváltás követő kulturális átalakításról, gazdasági társaság alakulásáról, sok egyéb másról, amely a város életében meghatározó. A történelmet azt mi írjuk, mi 15 ezeren, ezt pedig jó lenne papírra vetni. Ezek úgy általában helyek közel azért megvoltak a krónikában, csak elmaradtak. De a krónika neve azt jelenti, hogy most a máj napról, meg a heti lapunk is, a máról kell, hogy szóljon. Mert a tudományos értekezések, amelyek szintén nagyon fontosak, az egy másik periódika része, amikor tudományos kutatást végzünk, akár egy család történetében, akár egy intézmény tekintetében, akár az Annaliget dolgában, ezek tudományos munkák. A kettő egymás mellett mehet, csak a krónika, akkor tudni kell, hogy akkor mi a krónika és mi az a tudományos munka, amit csinálnak. Mindegyik nagyon hasznos munka. Jelenleg is csak a működése az diszonáns, mert nem a szándék szerint itt teljesíti. Szóval a krónikának arról kell szólnia, ami ma, holnap, holnap után történik, egy adott évben. És arról, hogy a körülöttünk lévő kulturális, gazdasági, társadalmi életet írja le, hogy hogy élünk ma mi 2020-ban itt. Ez azért meg kell érteni. És vannak olyan fontos kutatások, amelyekkel, mit tudom én, a letelepedésünk ügye, vagy a nyomdaipar, vagy a színház történet, vagy akármi, és egyéb más kulturális élet, művészeink munkássága, meg eredménye, meg az irodalmunk munkássága eredménye, a holták fejlesztése, az arborétum strukturális, meg egyéb más változásai, ezek kutatási témák lehetnek, de a krónikában azt kéne írni, amiről én beszéltem. Na, nem tudom, hogy egyet értenek-e, de talán sikerült megértetnem 10 év után, hogy mi a feladata, és ha mi vagyunk a Szarvasi Krónika Alapítvány alapítói, akkor ezt pénzt is kell biztosítanunk minden évben, mégpedig arra, hogy kutatás is folyjon, amihez jó, hogyha pályázat szerzünk, és ezért megyünk el Császlón Bandival a lakitelekre, mert ott ugye most a közművetéssel kapcsolatos intézmény átadása is, és hatalmas beruházása, és pénzük is van. Tehát megyünk lobbizni, hogy nekünk ez a múltkutatáshoz és az összegzéshez, mert el fog vészni ez a sok ismeret, ami ma még lehet, hogy megvan, de lehet, hogy 5 év múlva nem lesz már meg. Mert kihalnak, meghalnak, és eltűnnek a bizonyítékok, és az okiratok, a képek, a fotók, és sok egyéb más, ami a város története. Mi 300 éve élünk itt, és ezért fontos, hogy legyen visszafele kutatás is, de a mai napokat is rögzítsük majd az utókornak, hogy a dédunokáink, meg az ükunokáink majd elemezhessék azt, amit mi megéltünk itt 2020-ban. Remélem érti mindenki, hogy mi a cél, és ez egy nagyon nemes dolog, ha valaki erről tud gondoskodni. Most mi megpróbáljuk ezt az új teória szerint a múltkutatás és a jelen megismertetésében, akár két periódika a formájában is, de prezentálni. Ehhez majd pénz kell, meg szerezni kell pénzt, hogy ezek a tudományos munkák elkészülnek, és a jelenünkről pedig írjuk meg. Hozzáteszem azt, hogy a rendszerváltást követően sincs sok minden leírva ebbe a krónikába, pedig rengeteg esemény és rengeteg dolga átalakult. A TSZ-ek megszűnése, szó sincs róla. Pedig fontos. A különböző gazdasági cégek megszűnése, átalakulása, fejlődése, fejlesztése, ez mind a krónikánk része. Mondták, nagy munka megírni, és nagy munka megcsinálni. A történet mi írjuk és mi csináljuk, úgyhogy ezt megírni is meg kell majd. Jó, szóval akkor mindenki érti, hogy most mit vettünk a nyakunkba, és ehhez majd pénzt is kell adnunk, mert írták, hogy alaptőke ennyi meg annyi, de hát kérdeztem, hogy megvan ez a pénz? Nincs. Akkor minek írjuk be? Majd adnunk kell. Szóval volt egyszer és fölérték. Mindig támogatjuk félmillióval. Igen, és ezt minden évben költségvetés részévé kell tenni. A múlt feltárása és a jelen megörökítése, a történetírás az része egy településnek. Jó. Szeretnék itt referálni a képviselőtestetnek, hogy nagyon nagy jelentőséggel bírt, amit címzetes főjegyző úr lektorált, és nagyon sokat segített abban, hogy tudományos munka készült a bolzákról. Most pedig tudományos munka készült a csákiakról. Ez pedig a
Körösmarcs Nemzeti Park igazgatója, dr. Mojtoris Pál írt, és tett fantasztikus kiadvány, megpróbál megszerezni a város képviselőtestületének is, 200 példát nyomtak, de bízom benne, hogy lesz utánnyomás. Ez egy nagyon hasznos és nagyon érdekes történelmi áttekintés, egyáltalán Harukkertől egészen a rendszerváltásig. Ott már kevesebb szó esik, hogy van egy igazgató, aki 93 óta igazgatója a Körösmarcs Nemzeti Parknak, és ha nincs, nem lép be, akkor az onnaliget eltűnik a földszínéről, és olyan hasznos munkát végzett a csapatával, amely ténylegesen elismerésre méltó. De ezt meg is tettük, ezt az elismerést. Hozzáteszem azt, hogy ők szerényen erről az új korszakról nem írtak még, de majd megkérem, hogy arról is írjak, mert van mit mutogatni ebben a dologban. És képzeljék el, hogy tegnap ott voltam a könyvemutatón, és ha most nem csináljuk meg, és nem csinálják meg, bocsánat, inkább így, nem csinálják meg, akkor lehet, hogy az is eltűnt volna, aki erről a Csáki családról fényképeket őrzött, meg terítőket, meg mindenféle dolgot, és tudja az egész kastély történetét. Szeretném hinni azt, és bízni abban, hogy olyan mecénásai lesznek a jelen életünkben lévő magas jövedelmű családok, hogy úgy segítik, mint annak idején segítették a Borzák, és a Csákik, és a többiek. Úgyhogy reméljük ez majd egyszer megvalósul, mert nekünk más sajtottak annak az iskolában az elmúlt háború előtti uralkodó osztály mentalitásáról, ami sajnos hazugság volt. Nagyon sokat köszönhetünk például a Borzáknak. Kevesen emlegetik azt, hogy az evangélikus gimnázium építését támogatták, katolikus templomot, aztán ligetet hoztak létre is, sok mindent fejlesztettek ebbe a városba, és még arról sem tudnak sokan, hogy a Harukker az az élet, az ő birtoka, például a gyulai birtokrész, tehát Magyarország, nem is tudom, hogy mondták, nem kerületnek mondták, van egy speciális kifejezése, és mi gyulai birtokrészhez tartoztunk. Ő úgy került hatalmába és tulajdonába ennek a területnek, ugye a török dúlás után, hogy az osztrákok nem bíztak a magyarokban, és kerestek tulajdonosokat, vagy valakinek tulajdonos jósítványt kellett adni, és miután nem bíztak a magyarokba, akkor Harukkerre bízták. A magyar nemesek, akik fölvidéken tartózkodtak, azok perelték, hogy megkaphassák ezt az iszapos, lápos, elvadult vidéket, de a döntő bíró az Harukker volt, mint ispán a gyulai törvényszéken, úgyhogy esélytelen volt visszaszerezniük a birtokot. Osztrákok azt mondták, hogy jobbak a tótok, mert azokkal lehet bánni, a magyarok túlságosan kiállnak a magukért, úgyhogy ők vesztettek. Így lettünk mi Harukker birtok annak idején. Ezt én tudtam régebb óta, csak most már is láttam írva. Csak nem így van leírva, hogy én mondtam, de a dolog lényeg ez. Hogy azért furcsák voltak a sógorok annak idején, 1700-as években is. Már akkor sem bíztak ebbe a kutyaütő magyarba. De aztán ráfáztak, mi léptünk, mi tótok, aztán magyarok lettünk, úgyhogy továbbra is ilyenek vagyunk, hogy ami a miénk, az a miénk. Na jó. Krónika alapítvány, tehát támogatták, a határozatot olvassuk fel. Az első határozati javaslat az, hogy az alapító jogok gyakorolja, azaz testületünk. A Krónika alapítvány kuratóriumi tagjává választja Baginé Tóth Erika Veselény utca 6 szám alatti lakost. Vállalta is megtisztelt, és számára úgy gondolom, szavazhatunk róla. Köszönöm, egyhangú. Kettes pedig az alapító jogok gyakorlójaként testületünk az alapítvány alapító okiratát az előterjesztés melléklete szerint módosítja, és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot pedig elfogadja. Szintén, köszönöm szépen, egyhangú volt. Ugye Ramulának és Anna Maria lehet, hogy ide is pénzt kell majd a költségvetésben tervezni. Még egy dolgot akartam ezzel a visszaemlékezéssel mondani, hogy szóval készülünk a 300 éves születésnapunkra, kettőjünk van rá. Én javaslom, hogy címzetes főjegyző úr terjesszen arról, hogy egy olyan társadalmi grémiumot, amely az ünnepségek előkészítésére hasonló visszatekintő művek kiadásával is gondoskodjon a város elmúlt 300 éves történetének megismertetéséről, különös tekintettel rendszerváltást követő időszakról. Mert erről semmi sincsen összeírva, úgyhogy. És ezt egy szélesebb, hozzáértő, akár tudományos munkával is foglalkozó embert, és vegyünk be ebbe a társaságba, mert méltó módon meg kell majd ünnepelnünk, nem jövőre, az követő évben. Tehát igen, tehát legyen olyan grémium és olyan civil összefogás, amely előkészíti ezt a 300 éves születésnapunkat. Ez kerek évforduló, és 1722, az 300, az 2022 következik el, és nekünk kell gondoskodnunk, mert ez nem más dolga, hanem a miénk. Hisz mi visszük tovább a város igazgatását, úgyhogy nekünk ezt a megtisztelő feladat, hogy ünnepeljük nem magunkat, hanem városunkat.
Többek között olyan elképzelés is van, hogy Báró Haruker szobra az ótemplomhoz kell, hogy kerüljön véleményünk szerint, aztán ugyanakkor Bolzának, aki nagyon fontos embere volt, az is oda kell, hogy kerüljön. A letelepedési emlékünk is középen pedig Tesedik, aki már ott van a templomfalán, és az ő teri lenne. Ez lenne szerintem egy méltó hely arra, hogy megemlékezzünk a letelepedésükről. Középen a letelepedési emlékmű, két oldalt a két nagyon fontos személyiség, mert még a Csákik is fontosak voltak, de azok a Bolzáktól meg a Harukertől származnak, úgyhogy nem követünk el nagy hibát. A kocsma tövébe ez a Harukert. Szóval ne itt a tényleg maradt Kossuth tér, és akkor én szerintem csak ötletként elmondom, hogy ezeket is számba vettük dr. Melis János címzetes főjegyzőúrral, hogy hogyan kell ezt a 300 évet előkészíteni, hogy át kell telepítenünk a Harukert szobot is, és egy Bolza szoborról is gondoskodnunk kell. Erzsike, haladunk már is. Jó. Mi csináltunk, elfogadtunk mindent, ugye? Igen, 18-as. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, román-magyar... Akartam osztani veletek a... Interreges katasztrófavédelem projekt következő beszerzése, eszköz beszerzése az utánfutó volt. A legalacsonyabb összegű, legkedvezőbb ajánlatot a Trailer Europe Kft. Adta, bruttó 330.070 forint összegben. Emellett az utánfutó forgalomba helyezési költsége bruttó 46.075 forint. Az utánfutó beszerzés összköltsége mindösszesen 376.145 forint. Ez a projekt költségvetésében biztosított, és javasljuk a tisztelt képviselőtestületnek a Trailer Europe Kft.-vel megkötni a szerződést. Szép lesz, és egy helye lesz. Azt mondja, hogy mit mondott a bizottság? A gazdaságbizottság tárgyalta. Egyhangulag támogatta. Köszönöm szépen. Igen. Címzett főjegyző figyel rá? Igen, figyelek. Mit kell kihozni ebből a döntésből? Ebből azt, hogy az utánfutó trélert az Europe Kft-től, Trailer Europe Kft-től veszik, majd bruttó 330. Szavazhatunk róla, bizottság támogatta, megveszik tőle, döntöttünk. Köszönöm, egyhangú döntés volt. Nem tudom, megkapták a képviselők, meg kiraktam a Facebookra is, meg mindenhova, hogy akkor mit szereztünk a román projektből. Olvastátok már, nem mi? Nézzetek meg. Van mindenünk. Ilyen csőkameránk meg, zacsivatjuk meg, minden csuda. Görény. Dehogy görény. Nem csak görény? Görény. Úgy szokták mondani, de most az a görény rosszul hang. Ja, bocsánat. Speciális. A görény az a takarítóeszköz, a csőkamera az egy másik. Maga mindig összekeverít engem, úgyse fog sikerülni. Nem. A mikro, mit tudom én, micsodán szoktunk szórakozni, mert áll a garázsba, mert ezekre a célokra használható. Jó, 19-es. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, a Tesedik Sámuel Múzeum 2020-ban három olyan szerződést kötött régészeti munkák ellátására, amely több millió forintos bevételt hoz az intézménynek. A kulturális örökség védelméről szóló törvény lehetővé teszi, hogy a területi múzeum is közvetlenül bevonható a nagy beruházások projektjeinek régészeti munkáiba. Ez a három szerződés előterjesztéshez csatolásra került. Az egyik a Békés-Szent András ivóvízminőség javító program földmunkáihoz kapcsolódó régészeti megfigyelés. Itt a várható bevétel mintegy 4 millió forint. A Békés-Szent András gondalaposi mezőgazdasági földút feltárása során, ami egy háromnapos megfigyelésnek indult, egy olyan lelőhelyet találtak, ami egy közel két hónapos feltárási munkával zárult. Itt is nettó bevételünk, mint egy másfél millió forint, most számláztuk ki, másfél millió forint lesz. Illetve a harmadik szerződés a holdkörös mederkotrásához kapcsolódó zagytározó építése során szintén régészeti megfigyelést lát el az intézmény. Ez a projekt most indult, ebbe az évbe kétszer körülbelül 30 napos megfigyelés várható, itt is a bevétel 1,5 millió forint. A kiadások minden esetben fedezik a bevétel minden esetben fedezi a kiadásokat, úgy a régészeti feltárásban résztvevők bérét, a szükséges eszközök, illetve üzemanyag költségét. Az előterjesztéshez csatolásra került egy pároldalas tájékoztató az elmúlt évek régészeti munkáiról, úgy szakmai, mint pénzügyi kimutatást is láthatnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Engedjen meg a tisztelt képviselőtestület, hogy olyan dolgokról beszéljek, ami végtelés jó, de nem a formája, meg a utólagos jóváhagyása, mert ugye azt kérik önöktől, ez így nem korrekt. Szóval önálló entitás, Rosszik Zoltán, mint igazgató, csak ne felejts el, hogy nem a farok sóválja a kutyát, hanem arról van szó, hogy van tulajdonosa az intézménynek.
és az intézménynek feltesse a képviselőtestület, és én munkáltatom személy szerint őt. Nagyon nehéz feladatom van, de igyekszem munkáltatni. És akkor utólag hozza be, ami jó dolog, mert pénzt szerez a városnak, nem tudom mi eredménnyel, de utólag kell jóvá hagynunk. Szóval azért szeretném jelezni, hogy egyetlen intézményetől nem erészelje meg azt, hogy nem szerez pénzt, a másik pedig már nem akkor nincs rá szükségünk, és aki meg szerez pénzt, az pedig jelentse be a képviselőtestetnek, és előre hozzunk elő döntést. Mert azért, mint Covid volt jobbra-balra, meg jöttek itt megállapodásra, hogy hármat kell, most jóvá hagynunk egyszerre, ez így nincsen jó. A munka az folyamatos, kedves igazgató úr, nem teheti meg ön, hogy a költségvetés intézmény státuszában kötelezettséget vállal különböző szolgáltatásokra és szerződést köt. Mert megkérdezem, milyen idegenforgalom megállapodás kötött már, ki adott erre meghatalmazást. És ki adott arra felhatalmazást, hogy írja ezeket a szerződéseket. Szóval tudni kell, hogy mi a királyi, most ezt idézőjelben értem, a testület az, akinek erről tudnia kell, és oda is figyel majd akkor a bizottság révén, hogy ezt önök gazdaságosan csinálja, és nem saját gazdája, mert az a magánügye, amit maga intéz, meg az entitása, mint Rosszik Zoltán, de mint igazgató, az pedig a testület kompetenciája, a testület végrehajtója, a testület alkalmazottja, jó? Ezt egy látni kell egy diplomás embernek, hogy mihez van jogosítvány, és mihez nem. Nyilvánosan tettem mindezt, mert szeretném, hogyha mindenki érteni pontosan, hogy a közpénz az nem játékszer. A közfeladat az nem játékszer. És a választáson választottak 12 embert, aki ezt az egészet felügyeli, intézi, dirigálja és rendezi. Úgyhogy tessék tiszteletbe tartani a képviselőtestület kompetenciát és feladatát. Magának megvan a feladata. Azért nagyon hálás vagyok a pénzhez a városnak. Nagyon nem, de hálás vagyok. Mert ez kötelessége. Még egy fordulat. Mert az kötelessége, hogy pénzt szerezzen a városnak. Nekem is, meg minden képviselőnek. Ne csak osztogassam, szerezzen is pénzt. Hogy önnek is. Csak ezt szeretném, hogyha a megfelelő keretek közt tenné. De hogy ezt ne tévessze majd el, ezért volt egy speechünk az imént itt Kovács úrral is, ugye? Hogy nem árt az ilyen tevékenységet kibővíteni, mert úgy látszik van rá ingerenciánk, van hozzá szakemberünk, akkor egy külön gazdasági társaságba tesszük. Minket még nem tájékoztatni kell arról, hogy hogyan történt egy korábbi M40-es feltárás, hanem el kell számolni pontosan, filére pontosan. Úgyhogy ezt nem tájékoztatásnak nevezzük, hanem beszámolónak. Tudni, azt megengedtük, azt a szerződést, és nem láttuk a végét, mert nem volt hajlandó behozni, nekem írásba kellett intézkednem. Szóval mondtam, otthon a saját pénzével öndirigál, de a város pénzével pedig a képviselőtestület és maga pedig tartozik elszámolni. Tartottam szükségesnek a vadhajtások lenyesegetése érdekében, mindamellett, hogy nem szeretném a szellemi kapacitását visszafogni és az alkotó tevékenységét, de azért tudni kell, hogy a közpénzzel hogyan kell bánni és mit kell tisztelni. Na jó, akkor ezen is túl vagyunk. Van ellenvetése? Nincs, köszönöm. Jó, mit mond a bizottság? Gazdasági bizottság? Egy hangulat támogatta. Köszönöm. Ügyeleti bizottság, Erzséke drága. Főmértóságú elnökasszony. 19-es. Igennel el lett fogadva. Köszönöm. Kinek van kérdése, hozzászólni valója? Olvassa fel a tervezett döntés szövegét. Nagyon egyszerű. Testületünk megismert és utólag jóvá hagyja a Tessedik Sámolyan Múzeum intézménynek az előterjesztéshez csatolt a régészeti munkák elvégzésére vonatkozó megbízási és szolgáltatási szerződéseit. Szavazhatunk róla. Egyhangú döntés volt. Köszönöm még egyszer. Látom, mosolyog Rosszik úr, de tudja nagyon jó, hogy a törvény az törvény, a szabály az szabály, ami a királynak kell, azt még meg kell adni. Így van. És nem garázdálkodunk itt össze-vissza. Jó. Kap még munkát, ne féljen. Egyébként nincs harag, ugye? Jó van. Csak legközelebb még komolyabban vegye a munkáját, amivel nincsen nagy bajom nekem, de azért van. Ugye? Köszönöm, 20-as számú. Tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtestület, Békés-Szent András nagyközség. Kiemelt állami beruházás keretében ivóvizet kap, ez egy 1,5 milliárdos beruházás. Igénybejelentéssel éltünk Békés-Szent András felé 25 millió forint vonatkozásában, mert olyan vezetékre akarnak rácsatlakozni majd, amelyben vannak idején beszálltak, majd kiszálltak, mi egyedül fizettük az önerejét, lakosság szám arányosan ez 25 millió forint. Mindenfele bejelentettük ezt az igényünket, elég sok szál van mostanában mozgatva abban az ügyben, hogy ez az igényünk kielégítést nyerjen, akár Békés-Szent András, akár pedig a projektmenedzsment közreműködésével az állam részéről. Egy dolog a fontos benne, lejár a határidejük,
másfél milliárd forintos beruházásról van szó. Uniós forrásból azt mi nem akarjuk, hogy ők, mert ez Magyarország ebben bármilyen sérelmet szenvedjen. Ezért... Isten kapjanak a Szent András egészséges ivóvizet. Hát az igen, ez a másik része, hadd kapjanak egészséges ivóvizet. Ezért ketté választjuk a dolgot, azt javasoljuk a testületnek, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a tulajdonosi hozzájárulást adjuk ki a kivitelező részére. Kössük meg azt a megállapodást, amit egyébként teljes feltételrendszerével együtt becsatoltunk. A közútkezelői hozzájárulást minden eddiginél szigorúbb feltételekkel, hogy be tudják fejezni a beruházást, a határozat másik fele, illetve a második határozat pedig arról szól, hogy folytassuk polgármester úrral áldászküzdelmünket a 25 millió forintunk elérése érdekében. Csak ez a mentség is van az ügyben, mert Békés János polgárőr nem tehetnek, van egy képviselőtestvérük, ő sem tehetnek teljes egészében, sőt a polgármester sem, mert ez tartozik a korrektségbe, hogy az ember elmondja. Van egy projektmenedzsment, aki ezt nagy évbe elkerülte, mintha nem tudta volna, mi a dolga. Jó, de azért csak van főnök, tetszik értem, ez például a testület meg a polgármester. Oda kellett van figyelni. Mert az engedélyt ő kapta meg 2 éve, aztán tőlünk pedig 3 hónapja ő kapta meg a jelzést, hogy nem helyén való az, hogy felszántják boknyatkát, és nem tudnak a tanyába menni az emberek, a szarvasiak. Szóval ez nem korrekt húzás. De mi tiszteljük a szomszédainkat, szeretjük őket, és nem szeretnénk, hogy ebből kellemetlenségük lenne, majd mi alkudozunk. Mit mond erről a tervezetről a gazdasági bizottság? Mindkét határozati javaslatot egyhangulag támogatja. Köszönöm. Tetszenek hallani, hogy vélekednek a szarvasiak. Ügyrendi bizottság? Igen, mi is egyhangulag. Úgyhogy ha valakinek kétségei támadnak a korrektségeket, illetve akkor az nem jó helyen kereket. Ki kíván hozzászólni? Senki, úgy látom. Ugye kibeszéltünk, meg korábban is tudott róla a képviselőtestet, minden tárgyasi metódust és minden alkalmat ugye megkaptak a tájékozóanyagban, hogy kit, minek, mikor, mit mondtunk. Hát idő kellett még Szent Andrásról 3 hónapi után egy kérelem jött, ahol azt kérik, hogy én engedjem el. Hát most bocsánat, de miért akar engem befeketíteni? Vagyok én fekete magamtól is. Tudom magamat szidatni, hogyha kell, nem kell az túl sok támogatás külső településről, de azért tudni kell, hogy nekem ilyen jogosítványom nincs, hogy elengedjek valamit. Az államválasztási törvény mondja, és Szarvasváros képviselőtestet ebben megerősített, hogy ezt azért kérnünk kell, mert ez nekünk jár. Ugyanis a mi vagyonunk az a ivóvizeték, mi azért fizettünk, és aki rá akar kötni, akkor az ne az ablakot törje be, hanem kopogtasson és kérjen. Mint a migráns is, szóval. Nem migrantúra van itt a határokban, hanem emberi viselkedés. Csak ennyi a problémánk. Jó. Mondani akar valaki még valamit? Nem. Körberágtuk a kérdést. Mi szeretjük a Szent Andrásokat, segítjük mindenben, amivel gyarapodnak. Egészséges ivózzuk kell. Még ha ezt valaki nem is akarja, ott akkor is mi ehhez megadjuk hozzá. Olvassa föl, kérem a testületet. 2 darab van. Az első az, hogy testületünk a KEHOP Békés Szent András projektelen vonatkozásában a Szarvasi Önkormányzat tulajdonát képező 8 ingatlan vonatkozásában megadja a tulajdonosi hozzájárulást a kivitelezés folytatásához és a vezeték elhelyezéséhez. Testületünk felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a tulajdonosi hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatot és ingatlan hasznosítási szerződést aláírják. Ez az első. Ezek az helyőszámok jelentik a különböző útszakaszokat, ahol Békés Szent András saját tulajdonát képező vezetéket a mi területünkön elhelyezhetik, és ehhez engedélyeket adjuk. És átvághatják utat meg, stb. Különböző feltételek mellett. Tehát ennyi helyőszámot érint, azt mondja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Helyőszámot érint, ugye nem csekéségről van szó, de ez számukra nem ilyen problémát, úgyhogy. Kérem, hogy ezt szavazzuk meg. Aki egyetértve nyitsa fel a kezét, egyhangú döntés volt. Kettes számú határozati javaslat. Arról szól, hogy testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy Békés Szent András nagyközség önkormányzatával szemben támasztott 25 millió forint összegű megtérítés igényének érvényesítését a KEHO projekt befejezhetősége érdekében kiadott tulajdonosi hozzájárulás megadásától függetlenül folytassák a tett intézkedéséről és azok eredményéről a testületet folyamatosan tájékoztassák. Szavazzuk meg ezt is. Köszönöm szépen, egyhangú volt. Nem tudom, hogy ön Szent Andráson nézik-e a testületülés, de az igazság, hogy szeretném elmondani, hogy nem csak ez egy megállapodás kell majd kierőszakolniuk és megkötniük, hanem kell kötni a többi tulajdonossal lefele, mert ugye Nagyszénástól Szarvasig az a város tulajdona. Aztán, hogy a többiekkel hogy alkudnak meg, vagy sem, az megint egy kérdés. Aztán van még a vízbázis kérdése, ahol van egy
kistérségi regionális vízműtársulás, amelynek a vizét a megtermelt, vagy olyan kifúrt mennyiségű kontingensét, ezt mindenki ért ezt a kifejezést, hogy ebből a kontingensből megkaphassa a településnek szükséges vizet, és ezt majd valahogy vissza is kell pótolni. Ez megint nem része a projektnek, és ezért nem Szent Andrásiak a felelősek, hogy ezeket nem tárták fel, ez a tervező és a projektmenedzsment feladata, de ugye a főnök az a testület meg a polgármester. De még az tovább jogkövetkezményeket von maga után, amit jótja rendeznek addig, mert azért csak kell az egészséges ivóvíz, és ott is tárgyalni kellett volna már régen. De mindenki érti. Igen, mert őket is, szóval nekünk kell itt ellátni információkkal, pedig őket fizetik érte. Jobban, mint minket. És ugye van ott egy társaság, mi is tagok vagyunk, de egymagunk nem engedélyezhetjük, hogy a vízbázis. Teszem, azt a város fejlődik, nekünk van még ott napi 23 köbméter, vagy 230 köbméter kontingensünk, amit a város kaphat, most azt elviszi Szent András, akkor kérem, kipótolja nekünk, mert itt is elképzel, hogy fejlesztések lesznek. Uh-huh. És szükség van erre a vízbázison lévő kontingensre. Nem tudom, az övéké hogy van meg. De hát ez maradjon az ő gondjuk, csak jelzem, hogy ez egy tizedrangú probléma az egészhez képest. Oda kellett volna figyelniük. Nem azt mondani, hogy nekünk mindegy, meg nem akarjuk, hanem ha valami fontos az életben, már pedig egészséges víz fontos, akkor meg oda kellett volna figyelni. És ha nem értünk hozzá, mi szoktunk kérni másik településtől segítséget, hogy magyarázza már el, hogy merre van az előre. Azt meg nem szégyen. Jó, el van 21-es. Erről arra van beszélgettünk, arról van szó, hogy meghirdetjük a kivitelezés és a műszaki ellenőrzést a Jókai utca aszfalt burkolat elkészítésének. Ez 61.353.000 forint, ebből igényel támogatás 40 millió forint, Szarvasváros pénze pedig 21 millió. És akkor kibocsájtunk, te mondd, hogy kiket kérünk föl, Sanyi? Igen, tehát fölkérnénk műszaki ellenőrzésre, illetve ajánlattételre három céget, a Kövimet Kft-t, a Körös Rót Kft-t és a Puvir Kft-t, a kivitelezésre pedig a Szarvasi Komép Városgazdálkodási Kft-t, az Integrál Építő Zrt-t, a Bólem Építőipari Kft-t, a Svitelszki Magyarország Kft-t és a Forgút Forgalomtechnikai Útépítés Szolgáltató Bt-t. Senki nem látta az előterjesztést, mert ezt most csináltuk meg, és testületülés előtt írtam alá. Úgyhogy mi a vélekedésük mehet, mert ha megérkezik a támogatás szerzés, akkor már a piac reagálhat rá, és megy a közbeszerzés. Jó? Akkor kezdjük, nincsen hozzászólás, az első. Testületünk úgy dött, hogy Jókai utca felújításához szükséges műszaki ellenőrzésre Kövimet Kft-től, a Körös Rót Kft-től és a Puvir Kft-től. Kérünk műszaki ellenőrzést. Feltételes ajánlatot kívánunk. Szavazunk. Egyhangú, köszönöm. És a... kiviteli munkákra a Komép Kft-től, az Integrál Zrt-től, a Bólem Építőipari Kft-től, a Svitelszkitől, a Forgút Szolgáltató Bt-től kér feltételes ajánlatot. Ez Békés Csabai szég, igen. Akkor erről is szavazhatunk? Ugye ennyi körülbelül elég ötöt tettél, de köszönöm szépen. Te is megszavaztad egy hangot, jó. Akkor most következik a képviselők hozzászólása olyan kérdésekben, ami közérdekű. Az Ávoda jelzte, valamit akart mondani. Vagy elfárad, nem akar most már? Mit utólag, nem utólag. Maga azt mondta, akkor kezdjük végén. Kezdjük, jó? Több lesz, polgármester. Tisztelt képviselőtestület, az elmúlt Békés megyei közgyűlés kapcsán kaptunk egy hát ilyen segédletet polgármester úrtól, és a szarvasi képviselők azokat a kéréseket, amelyeket megfogalmaztak, mindnyájan támogatták, és természetesen a közútkezelő igazgatója, új igazgatója ígéretet tett arra, hogy ezeket meg fogja vizsgálni. Azért nem kapták meg a többi képviselők, mert nem volt arra lehetőség. Viszont a végén a közútkezelő is megkapta azt a bizonyos papírt, amit mi megkaptunk képviselőtársammal. Ez volt az egyik. A titkárságon nem volt senki, gondolják elküldtük? Hát mert egy másik helyen ülésezett a képviselőtestület. Igen, és akkor az elnök úr megkapta. Mi is megkaptuk, így van. Ki is nyomtatták nekünk. Aha, igen. Azzal eljutott a kérésünk. Köszönöm szépen, nagyon fontos volt. Mindent a körforgalmakkal, az utakkal, főleg akkor, amikor ugye egy külterületi képviselőhöz tartodnak ezek az utak. Nyilván elmondtam minden útnak a problémáját. Állami utak, így van, tehát ezek nem önkormányzati utak. A másik polgármester említette,
ezt a hát siratói épületet, amelyik egy iskola épület volt valamikor, és most van egy tulajdonosa neki. Én emlékszem rá, van egy tanár, akinek van ilyen iskolai felszerelése, padok, meg a régi tanyas iskoláknak a tartozéka egy gyűjteményben, hogy nem volna érdemes gondolkodni abban, hogy ezeket a tárgyakat valahol elhelyezni egy ilyen tanyai iskolában. Ez Kozák tanárról. Igen. Arról beszélünk, csak az a baj, ez az iskola elúszott, mert a pap eladta, a másik pedig az, hogy nem tudom, az öreg akarja. Én azt gondolom, hogy majd erről beszélünk vele, jó? Hogy mit gondol az 56-os, meg a rendszerváltás köri emléktárgyakról, meg a tanyavilágból összett dolgokról, valamit akar. Jó, köszönöm ezt a jelzést, oda fogunk figyelni. Én úgy tudom, hogy az a mostani tulajdonosa, mintha hajlandóság lenne erre, hogy jó, csak mondom. Jó, igyekszünk megbizonyosodni róla. És akkor még a harmadik, amikor hozzá szerettem volna szólni a Burza Hungarikához, az az érdekesebben, hogy örömteli az, hogy Békés megye mellett Szarvas is támogatja ezt, hiszen az országban elég sokan kivonultak ebből. Csak ennyi lett volna. Burza Hungarikához. Sose, hogyha valami az állam is ad pénzt, és mi kell a mi pénzünk, miért adjuk nekik? Hát hogy? Gyerekenként akár 10 000 forint. Igen, de sokan kivonultak ebből, ezt mondom, hogy... Hát nem, hát mindenkinek. Szóval most megbocsástok, hogy értek ezzel a zászlóval, én tisztelen, becsülöm, nálunk havonta 10 gyerek születik, úgyhogy én köszönöm a leveleket, írt mindenki itt nekem. Kiraktuk a főtér két oldalára, a fiú meg a lány zászló, 10 gyerek születik, kim van a zászló, de mi nem zászlózunk meg, ezt nem mi döntjük el, hogy ki szül gyereket, meg kiváló a családot, ezt eldöntik a szarvasi polgárok. És tapasztalatom szerint ez teszik a dolgokat ebbe a dolgba, ugyanis kapom a anyakönyvi híreket, hogy megszülettek a gyerekek. És ez egy dicséretes dolog. Aztán itt is van rengeteg esküvő. Mi 100 000 forintot adunk minden gyereknek. Én beszoktam számolni, írom alá az utalványt, a testület megbízásával. A továbbtanulásra meg ugye iszesítettük a helyi rendeletünket. Nagyon bízom, akik ide jelentkeztek arra az egy egyetemre, mert ugye már csak egy van, hogy szarvasiak is beiratkoznak, és szeretnénk a beiskolásokat segíteni. Ez a rendeletünk ugye ritkém teljesen él még. Csak a módosított formában, hogyha az országban ide valaki tanítónak tanulni, az a települések gondja, mi a saját gyerekeinkről gondoskodunk. Ez hibás volt ez a rendelet, kijavítottuk. Jó, köszönöm. Még egyet. Igen? Még egyet szeretnék, hogy a külterületi utak, a Bezinai, illetve a Középhalmi út, van megtekintettem, és a Bezinai út körülbelül 100 méter ennyi rész, ami még nincs lealapozva, és az hamarosan elkészül, és ki vannak tűzve a Középhalmi útnak a szélességei. Nem sokára külterületen is adunk át utat, és 117 millió, egy mennyi? 120 millió. 120-130 millió forint körüli beruházásra utat csinálunk a külterületen. Ez is jó dolog. Kinek van még közlendője? Kinek van interpelláció, parancsolja? Én is egy közérdekű dolgot szeretnék elmondani, hogy gyakorlatilag jövő héten hétfőn, azaz 28-án az alpolgármesterrel együtt tartunk egy lakossági fórumot az önkormányzati üdülőben. Ezek nagyon szeretik egymást. De, hát nem, meg is beszéltük egyébként mondta a dolgot, tehát nyilván ő is ott lakik abban a körzetben, és nagy szeretettel várunk oda mindenkit. Igen, tehát a Mangolban lakók, azok menjenek el képviselői megbeszélésre, vagy ilyen körzeti megbeszélésre a tanács üdülőben, volt tanács üdülőben. Mikor is? 28-án este 5 órától, de nem csak a Mangolban lakók, az egész 5-ös számú választó körzet. Sőt, jó, mások is jöhetnek. Jó. Mit akar most a városi népgyűlés akar csinálni a képviselő úr? Jó, hogyha Mangolból lesznek, mert azért nem szívesen áldoznak időt, de menjenek el, kérem. Én pedig azt kérem, akkor önöknek, hogy azt tesznek, hogy Szarvasváros képviselőtestének nagyra becsülését adják át, hogy partnerek voltak az út felújításokban, és kérjük, hogy többiek is jelentkezzenek, mert anélkül meg nem fogunk csinálni. Ezt azért közöljék, hogy nagyon szeretjük őket, gondoskodunk róluk, de szíveskedjenek jelezni, hogy mit akarnak. Köszönjük, át fogjuk adni, és akkor már is jelezném, hogy de ezt tudja már a polgármester, hogy a Fenyő utca is kérte az út felújítást ugyanígy. Rajta, hajrá! Mert akkor lesz ebben az évben valami, és sürgősen döntenek, hanem akkor csak jövőre. Tessék! Igen, szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy elindult a körös holták kotrása. Az első, az egy tájhozó kazettában már folyamatban van a kotrási iszap elhelyezése, a második építését is elkezdték
tegnapi nap már kitűzték, és munkagépek kezdik elkészíteni a második kazettát, úgyhogy ez az idei évben jelentős mértékben fogja javítani a meder teltség problémáját is, a jövő évben pedig a vízminőséget jövő évre. Ez az első üteme, ami két év alatt épül meg, idén nagy ütemmel nekikezdtek, a másik ütem majd jövőre fog folytatódni, és aztán következik majd az első ütem további üteme, azaz a második, harmadik, amely talán végig egyszer. Kormányzati kiemelt beruházásról van szó, úgyhogy köszönjük a vízműveseknek, nem a vízműveseknek, a vízügyeseknek, meg Dankó Bélának a sikert elérniük itt a vízbefogadó és visszatartó képességét növelik a városnak, és az öntözéshez megfelelő mennyiségű vizet lehet bent tárolni. Én is szóltam már a rádióban, a televízióban, de nyilvánvaló, hogy több helyet kell erről tudni. De ez nem csak eredménnyel jár, hanem zajjal, cirkusszal és közlekedés nehézségekkel, úgyhogy kérjük mindenki türelmét. A közérdeke azt kívánja, hogy most a környéken lakók türelmesek legyenek. Parancsoljon, képviselő. Én is a családi képviselő úr hoz csatlakoznék, hogy az én körzetemben is elindult egy kezdeményezés, önerős... Akkor nem hozzá csatlakozom, mondja a saját. Mondani valójához csatlakozom, igen. Ahhoz se kell. Csak itt a közben medelkotrásba jött ebbe a kis... Aha, bevágott itt a... Igen, a Tükör utcában van egy önerős útépítés kezdeményezés, ami elég jól halad, én úgy gondolom, és bízunk benne, hogy lesz is belőle valami, és akkor gyakorlatilag ugye most voltunk a Tükör utcában, átadtuk. Nem az egészet? Hát pontosan ezt akartam mondani, nem az egészet. Szabadság és a vasút, ez pedig a vasút és a Adi között lenne. Nyilván nem ilyen széles, ilyen... Nem kell. De nem is kell, nyilván ott már csak az ott lakók, a beközlekedők számára. 3 méter sávig. Nagyon örülnek neki, hogyha ebből, vagy örülnének neki, hogyha ebből lesz valami. Öröm hátra, vagy össze fizetni kell. Így tudják, tisztában vannak vele, igen. Tájékoztatom őket minden lépésről, úgyhogy most már ez fog következni feltehetőleg. Köszönöm szépen. Úgyhogy, ha befizetik és társultak, akkor hozzatunk látni, és hamar meg lesz, hanem akkor kicsit várni kell. Családi úr, nem készült. Tehát még kettő mondat. Jó, nyugodtan. Valóban. Semmi gond. Annyi csak, hogy egyrészt meg van hirdetve az újságban is, meg plakáton is maga ez a lakossági fórum. Én olvastam már a... És azon fel is tüntettük, amit most el is szeretnénk mondani, hogy a vírushelyzetre való tekintettel a szabályokat legyen szíves mindenki betartani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én pedig arra kérem majd még az ott lakókat, hogy lehet, hogy esélyünk lesz arra, hogy a Kacsató környékét rendezzük, úgyhogy kérem, legyenek higgadtak és gondoljanak a jövőt illetően. Mit mosolyogsz, te tünemény? Te vagy az rá. Neked mondtam. Igen, mert őt bíztam meg, hogy az elnök urat keresse meg. Valószínűleg a pénzügyminiszter úr... Valószínűleg a pénzügyminiszter úr... Figyeltek? Szóval a pénzügyminiszter úr valószínű, hogy Dankó Béla kérésére tud erre pénzt szerezni, meg a megyegyűlés elnöke, úgyhogy most nem volt ugyan, de már megkapta az anyagot, úgyhogy a Kacsató környékének urbánsá tétele, szóval voltunk ott kín. Címzetes főjegyző úr, ugye? Igen, mi szoktunk járkálni a városba, és nem csak a járkálás céljában, hanem ilyenkor látunk is, és szóval nem tudjuk megvédeni azt a rongást, amit ott művelnek, mert most hiányzanak, asztalt fölgyújtottak. Szóval felszedik a diszkő burkolatot, amely a mólóhoz vezet, hogy összetörjék a mólónak a deszkázatát, szóval ezt be kell majd csukni. És nem csak kamera kell, hanem éjszaka zárva kell tartani, mert vannak olyan emberek, akik nem tisztelik ezt a dolgot. Majd erről megfelelő módon személyzettel gondoskodni fogunk, kezdve békülnek meg, mert ez közterület, amelyet most már még Békés Csabán is kiosztottam azt a cikket talán, a tájékozatot, hogy ott is bekerítik az ilyen közterületeket, ami nincs annyira szem előtt, mert hogy a rongálás az drasztikus. Úgyhogy nekünk, hogyha erre kapunk is pénzt, és sikerül megszerzni, nagyon jó Isten, meg a pénzminiszter, akkor urbánus lesz szép sétány, meg sok minden más, és rendben lesz. De ez még csak remény, mert ugye ez már, Tócsony, te tudod, hány éve pályázunk? 16-ban. Majdnem kész terveink vannak, bár kivitelvek nincsenek, 2016 óta kísérgetünk, és talán az az információ, hogy itt tudja támogatni, majd nektek is kell támogatni, a megyegyűlés, aztán, de úgy, hogy kap pénzt a pénzügyminisztertől, aztán Dankó Béla is, még a kormány is be fog szállni valamivel. Nem csekély összegről van szó, mondjunk egy számot, érdekel? 720 millió. Úgyhogy 720 millió.
ezügyben mozgókodunk. Na, ezt azért nem kell konkrétnak menni, holnap nem kezdjük a dolgot. Mit mutogatsz? Jaj, te jöttél, hát nyújtsad jobban akkor. Nem mást, magadat. Hallgatunk. Én egy vasárnapi, elmúlt vasárnapi eseményre szeretném felhívni a figyelmet, így visszatekinteni rá, és a képviselőtestület elismerését szeretném kifejezni a szervezők felé, Krivik Viktornak és Rohan Zsuzsannának. Egy nagyon színvonalas futó... Meg a többiek sportolónak is, mert volt ott annyi segítségünk. Ők is fiatalok természetesen, de mint főszervezőknek, elsősorban nekik, és természetesen minden a futóverseny szervezésében részt vett embernek. Köszönöm szépen, nagyon hálásak vagyunk. Egy nagyon színvonalas futóverseny került megrendezése. Ezzel is a Szarvasváros hírnevét emelték, hiszen minimum 50 kilométeres körzetből érkeztek ide versenyzők, de még ennél távolabbi ország távolabbi pontjáról is. Fizetni fognak érte. Igen, tehát olyan színvonalas volt, hát, és olyan szép környezetben mutattak. Most már ez volt a beltetés, a szénapiacon, most már fizetni fognak érte. Jönnek majd, figyeld meg. Így van, mert legközelebb... Nem akárhol csinálnak. Legközelebb biztos úgy fognak visszatérni, akár vendégként is. És ne feledkezzünk meg a támogatókról sem, mert azok nagyon sokat tettek. Így van, rengeteg támogatója volt a rendezvénynek, ezt el is mondta a főszervező több fórumon is. Nekik is hálásak vagyunk, és bízunk benne, hogy a továbbiakban is hasonló kezdeményezéseket támogatni tudnak. Egyről ne feledkezz el, kedves képviselő úr, itt van a tévénk, a városi tévé, aki élőbe közvetítette először, ugye? Nem csak a testület, és most már a sportrendet is. Elég jó volt, néztem, jók voltak a képek, úgyhogy le a kalapa, informatika, a Szarvasi TV élőadásba közvetített. Majd legközelebb ezt a mobilos dolgot is tudja jönni, nem be lehet jelentkezni, azt is használjuk már, mert azt is kitaláltátok, nem? Na, mit mondtak, ez nem jó? Jó, az, na, azt is használjuk, jó. Kinek van még fontos mondandója? Nekem van még egy, na, összönt tiéd a szó. A vasárnapi esemény kapcsán ugye meglettek említve az öregebb korú sportszervezők, vagy sport... De a fiatalok is. A fiatalok is, de mai nap a sportbizottság ülésén elhangzott, hogy Nyári Mihály, aki a tevékenyen részt vesz ma is a város sportélet szervezésében, és játékvezetőként is tevékenykedik, meg szervezőként is, hogy 80 éves lesz hamarosan. Nem látszik rajta. Igen, és erre a bizottság beszélt, a bizottság tagjai beszélték. Mondd a lényeget. Elmondtad? Igen, elmondtam, hogy... Istenetesen is itt meg az egészség. Igen, szeretném köszönteni. Jó. Ja, azt akartad mondani, mert közben valamit szóltam a jegyzőhoz. Tehát akkor köszöntjük Misit. 80. születésnapja alkalmával, jó Isten adjon neki egészséget, bölcsességet, jó felálló tehetséget. Hogy jó tudja sportolni, ne? Te valamit félreértettél. Hogy értettem. Nem magyarázni félre. És akkor mondom én a végszót, ugye, kedves képviselőtársaim, 27-én Szent Mihály napja, ez nem az én névapom, hanem a Szent Mihály napja, ugye ez a elszámolás a birkák ökrök és telnek behajtása kapcsán. És ennek lesz az ünnepsége a Vízi Színházban, műsoros est, 27-én, tehát vasárnap este 19 órakor várunk mindenkit szeretettel, műsor is lesz. Azt hiszem Péter gondoskodott itt a műsorról. Igen. Jó, akkor döntsük el még az átülést, kérem mondja, mit fogunk döntögetni, ha nincs más. Igen. A szót, ugye? Első a Vasút utca 4 szám alatti ingatlan, adás ajánlása megvételre, második a Lenkei utca 14, önkormányzati tulajdonú telekértékesítés, a harmadik Arborétum utca 1 szám alatti ingatlan felajánlása megvételre, négyes autóbuszállomás önkormányzati részére vonatkozó bérleti szerződés, ötös Szarvasi Futballklub működési célú kiegészítő támogatása a pályahasználattal kapcsolatban, hatos Martinovics utca 7 szám alatti ingatlan magántulajdonú ingatlan bontása, 7-es Opel Insignia értékesítése, 8-as úgynevezett Zebra Klub helyiségének bérleti díjára vonatkozó kérelem, 9-es pedig a kerékpárút projekt lezárásához szükséges döntés. Tehát mindegyik olyan. Dönteni fogunk a közbeszerzésről kerékpárút. Hát többe kerül, azt már tudom. Na mindegy.
Jó, nincs semmi további közendő, nagyon köszönöm a kedvességüket, hogy figyelme kísértek minket, kérem vigyázzanak magukra, ahogy képviselőtársam is mondta, jelenleg nem tudunk sokat többet mondani, csak vigyázzunk magunkra és egymásra, és kerüljük ki. Én üzenem a vírusnak, hogy akkor is győzni fogunk, és ő lesz a vesztes, mert mi összefogunk, és le fogjuk győzni. Nagyon bízom a magyar tudományban és az orvosokban, mert tehetségesek és világszínvonalak, úgyhogy tartsunk ki addig, amíg ők megtalálják a védőszert és ellenszert, meg a védőoltást. Tartsunk ki addig, és tartsunk be minden fontos szabályt. Nem utogass nekem azt, most miért nem mondtad, hogy akkor te mondod el, hogy a maszkot is vegyük föl. Most egymás közt tárgyalhatunk itt maszk nélkül, mert... Jaj, könyörgöm, azt mindenki tudja már, mindent sajtó mondja. Én nem mondom el. Na, szóval... Elég általános. Ugyan már. Valami újat mondja. Még egyet. Kérjük, hogy mondani. Mi? Hagyjuk már rá. Aranyos különben lehet őt kezelni, csak is valami munka, hogy az ember kedvelje. Szóval be kell fektetni energiát, és akkor lehet őt szeretni. Egyébként meg nem megy. Jó? Úgyhogy köszönöm mindenki kedvességét, megtiszteltük figyelmükkel, mindenki, aki előkészített az anyagokat, szerintem fontos döntéseket hoztunk. Ráadásul mi jó kedvünk is volt hozzá, pedig front van. Úgyhogy mindenkinek szép hétvégét, jó egészséget, vigyázzunk egymásra és magunkra. Minden jót, köszönöm. És akkor eredetük az átülés. Szavazunk az átülésről. Köszönöm, egyhangú volt.